annak akadálya nincsen, ügyész jelen van, vádlottvédő jelen vannak, a technikai feltételek is adottak. Ugye a legutóbb előkészítő ülést tartott a bíróság, ahol a vádlott megismerve a vádiratban foglaltakat, és az ügyészi alternatív indítványt úgy nyilatkozott, hogy a bűnösségét nem ismeri benne a hozzáfertőláshoz való jogáról, előadta védekezésének több irányát, illetve bizonyítási indítványokat is jelölt meg. Ezt követően a bíróság részére Pendrágon eljutatta azt a bizonyítási anyagot, amely védekezésének lényegét képezi. Így a vádirat ismételt ismertetése úgy gondolom nem szükséges, ebben meg tetszenek erősíteni, hogy nem kell újra ismertetni a vádiratot. Jó. A személyes meghallgatásával kezdjük most a bizonyítási eljárást. A személyes körülményével kapcsolatban lesz néhány kérdésem, és akkor utána lehetőségek a paroljön elő összetűdő védekezésében, akkor előadja azt, ami az önálláspontja a vádiratban foglalt cselekménnyel kapcsolatban. Arra kérem, hogy a mi nyilatkozatot tesz, addig álljon fel, legyen szíves. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? Orvosi diplomás, 2 szakvizsga. És milyen szakvizsgával rendelkezik? Belgyógyászat és népegészségtan. Jelenleg gyakorló orvosként dolgozik, ebből származik jövedelme. Magánorvosként mennyi a havi jövedelme? Ennyinek volna a személyi körülményeivel kapcsolatban, és mint akkor, ahogy jeleztem, most lehetőségek a paradjonállal összefüggően elmondja azt, amit a vágyban foglalt cselekménnyel kapcsolatban szükségesnek, lényegesnek van. Figyelemmel arra, hogy az ügy tárgya a rémhírterjesztés kritikában rögzített tényállásának a második bekezdése, azzal kapcsolatban kell önnek nyilatkozatot tennie. Ami lényeges, az az, hogy ennek a vádnak az alapját az a videó képezi, amit ön közzétett a saját oldalán. Így először arra kérem, hogy ugye, mivel a technikai feltételek révén ez biztosítva volt, ezt játsszuk le, és ezzel kapcsolatban az ott elhangzott nyilatkozatain szíveskedjék végig haladni, hogy mi az, amit ott elmondott, és annak mi az indoka, az mivel támasztja alá, mi a saját meggyőződése ezzel kapcsolatban. Jó, még annyit kérdeznék ezt megelőzően, hogy ezt a videót, ezt hol tette ön közzé? Ez az Orvosok a tisztánlátásért című oldal. Igen. És ez ott került közzétételre, és ott érhet le, ez az oldal az önüzemeltetésében van, önkezeli. Hát én vagyok az egyik, aki kezelem. Rendben, és az is helytálló, hogy ez akkor készült ez a videó, amikor veszélyhelyzet miatti rendkívüli jogrend érvényben volt, és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések is folyamatban voltak. Jó, akkor arra kérem, hogy ezt a felvételt indítsa el. Ezt meghallgatjuk, az ott elhangzottakat szó szerint fogja jegyzőkönyvezni a kolléganő. Az a bíróság megítélése szerint lényeges, hiszen abban szerepelnek azok a kijelentések, amik a büntetőeljárás tárgyát képezik, és akkor utána erre kellene majd részleteiben kitérnie. Jó? Úgyhogy akkor most ezt a videót fogjuk megtekinteni, illetve meg. Lehetek-e kezdeni? Igen, igen, ezt akartam. És még egy kérdésem, hogy a saját beszédemet azt fölvehetni, mert ők hangrögzítőben, amit én mondok csak. Nem. Nem. Csak amit a sajtó készít, igen, azt lehetséges. Jó, köszönöm. De egyébként nincs akadálya annak, hogy következő alkalomra kérjen kép- és hangfelvétel rögzítést külön a bíróságon. Tehát ez a sajtó részére van. Jó. Elnézést, ügyfelem, Védencen tájékozott ezekben a kérdésekben. Folyamatban van egy Mi Hazánkos parlament előtti tüntetésen elmondott beszédre kapcsán ugyanebben a körben indított nyomozati
szakban lévő eljárásra. Jó, ezzel akkor pontosítjuk a személyi körülményeket. No, akkor így mondhatom. Drága honfitársak! Először is újra meg kell erősítsek mindenkit, hogy nincs mitől félni. Nincs és nem volt semmiféle eddig nem ismert vírus, nem volt általa okozott COVID-19 betegség, nem volt valós világjárvány. Az emberek nem a SARS-CoV-2 vírustól haltak meg, hanem alapbetegségeik és a szokásos influenza-szerű megbetegedések miatt. Újabban pedig a megnövekedett halálozás már az oltásoknak nevezett mérgező injekcióktól van. Nem annyian haltak meg, amit harsognak, hanem csupán töredéken, mert csaló módon számolják az eseteket, hogy megfélemlítsenek mindenkit. Háború folyik. Az emberiség ellen mindenkit meg akarnak ölni félelemmel, oltásokkal, hibás kezelési protokollokkal, a hatékony megelőzés tiltásával, lezárásokkal, a valóban betegek orvosi és egészségügyi ellátásának ellehetetlenítésével, a gazdaság tönkretételével és azokkal a jogszabályokkal, amelyeket ennek a háborúnak részeként tudatosan hoztak meg személyiségi jogaink, emberi méltóságunk sárba tiprása céljából, minden tudományos logika nélkülözésével. Az oltások részei az emberiség elleni háború fegyver arzenáljának, melyet kényszerítés hatására semmi áron nem szabad felvenni, mert csak is kárt okoznak, semmilyen haszna nincs az egészségre, ráadásul nincs mi ellen védekezni, és a saját testünk felett egyedül mi magunk rendelkezünk. Vaklárma folyik, és már csak az nem látja ezt, aki naphosszat a központi állami és áruló multinacionális híradásokat nézi, olvassa, hallgatja, és totálisan kimosták az agyát. A nagy nyomás a még beoltatlanokon, de nyilvánvaló, hogy kapkodó és egyre logikátlanabb intézkedések pont arról árulkodnak, hogy a sátánista és a zsarnok erők már közvetlenül a bukás előtt állnak. Vesztüket érzik, ezért nyúlnak az egyre durvább kényszerintézkedésekhez, egyre inkább csődöt mond minden további megtévesztés. Az emberek ébrednek, és nehéz már letolni a tömegek torkán ugyanazt a hülyeséget, amit egy éve még mindenki bekajált. Az én megérzésem, hogy az utolsó órák következnek a terrorban, az osztrákok kötelező leoltása nyilvánvaló számomra, hogy már nem következhet be. Így a terror a legkésőbbi bukás szerintem jövő év eleje, február-március. De ez világméretű kell legyen. Addig azonban még sok munka van hátra, és abból mindenkinek ki kell venni a részét. Az oltatlanok mellett azok a beoltottak is kell tegyenek, akik rájöttek és nem akarják a harmadik, a negyedik, a tizedik oltást felvenni, ők is be kell csatlakozzanak a közösségbe. Kérek minden józanul gondolkodni akaró szemét, tudatosan ne használja a következő kifejezéseket, mert azok támogatják az aljas háborús propagandát. Covidos vagyok, voltam, a szomszéd elkapta a Covidot. Nem voltál Covidos, hanem náthás voltál. Kamu tesztek eredménye nem bizonyítja, hogy covidos voltál. Nincs covid, csak nátha van, tüdőgyulladás van, mint korábbi években is. A covid szlogent sok évvel korábban kitalálták, levédték, dekorációs tartozékait is, mint a teszteket, évekkel korábban elkezdték azokat gyártani és azokkal kereskedni. Tudjuk, hogy a magyar kormány is bevásárolt ezekből már úgy 2017 tájékán olyanok is, akik mellettünk állnak, folyton videókat készítenek a horrorisztikus covid-sztoriukról. Mint orvos azt mondom nektek, téveszméket terjesztettek, mert a covidos az nem igaz, influenzás volt valamitől, ezül előző években is nagyon sokan meghaltak. Semmi nem bizonyítja, hogy létezik egy Covid-nak nevezett önálló kórkép, így ne beszélj butaságokat. Aztán a másik a fertőzött személy. Nincs fertőzés. Helyesebben minden vírus átadható és így fertőz, de akinek nincsen alapbetegsége, nincs tünete, az nem is fertőz és nem is fertőzött. Védőoltást felvetted-e már? Ez nem védőoltás. Kísérleti génterápiás szernek. Még azok a bajtársaim is, akik mellettünk állnak, azt mondják, hogy kísérleti génterápiás szer, de valójában nem erről van szó, hanem egy elmebeteg hadászati program, amely mérgez, és amelynek mellékhatásai vannak. Olvas többet az orvosok a tisztállátásért oldalon. Próbálj tenni a felelőtlen, pánikban lévő szülők ellen, akik beoltatják ártatlan gyerekeiket ezekkel a mérgező szerekkel.
még ha védőoltást lenne, akkor se lenne szüksége egyik gyereknek se erre, hiszen a gyerekek nem betegszenek meg a koronavírustól, is nem terjesztik azt. És akkor se hatna semmit az ország lakosságának egészségére, hogyha minden gyereket beoltanának. Ez egy vágó híd, ahova a gyerekeiket viszik ezek a birkaszülők, akik arra sem méltók, hogy gyereküket felneveljék, mert nem tájékozódnak. Nézzék meg az új videóinkat, amiket felteszünk az orvosok a tisztánlátásért oldalra. Ne higgyetek a mazukban. Hamis buta biztonságérzet miatt használják sokan. Kormány most újra kötelezővé tette a zárt terekben, mert azt a parancsot kapta gazdáitól, hogy fokozza a rémületet. Ez csupán egy szimbólum, a rémület szimbóluma. Semmi nem bizonyítja, hogy van mitől védekezni maszk által, és hogy bármitől megvéd a maszk. Akik a maszkot hirdetik, akik intézkedésbe hozzák a maszk kötelező használatát, azok mind ellenünk támadó háborús bűnösök. Ez esetben találj ki kiskaput, minél kevesebb időt tölts például olyan helyeken, ahol megkövetelik, vegyél szabad levegőt, használj lyukacsos maszkot, és ne higgy az idióta propagandának. Akik köteleznek, azokat dokumentálni kell, és mindegyiknek előbb-utóbb számunk is lesz a része. Ne higgy a kényszerítés értelmében, az oltás nem véd meg sem téged, sem más senkitől. Ez nem oltás, keresd a B-verziót, vedd tudomásul, hogy ennek akkor lesz vége, ha te is beállsz ezen az oldalon harcolók közé, és a háború mindig áldozatokkal jár. Vége anyafogásnak. Fel kell női végre, és nemet kell mondj. Kell nyilvánosan szint vagy. Rajtad is múlik, mikor bukik meg ez az egész. Csinálj videókat, vagy ha nem, akkor segítsd azokat, akik csinálnak. Gyülekezz a tüntetéseken, szervezkedj normálisan gondolkodókkal, ébrezd a még alvókat. Nézd a videókat és a felhívásukat, keresd a www.orvosokatisztánlátásért.hu oldalt, és vigyél erre az oldalra minél több, még bizonytalan ismerősödet. Minél több felé terjezd a látogatottságát, mert ott már minden fontos információ megvan, ami ahhoz kell, hogy egy nulláról induló ember megértse, hogy átvágták. Elnézést kérek mindenkitől, aki bizalommal fordul felém. Nem tudok minden megkeresésre válaszolni. Próbálom menteni a megtévesztett, megbetegített embereket, így a leveleket sokszor megnyitni se tudom. Az a kérésem, hogy ne nekem a saját fiókjaimra írjanak meg a telefonomra, mert ott jó eséllyel nem kapnak választ. Írhatnak az orvosokatisztánlátásért@gmail.com-ra, és asszisztenseink próbálják továbbítani kéréseiket, kérdéseiket a megfelelő helyekre, így a legsürgetőbbeket természetesen felém is. A fasiszta kényszerítő jogszabályok munkahelyi és iskolai intézkedések elleni fellépésre feltettünk az oldalunkra segítő formanyomtatványokat, tanácsokat. Kérem, hogy azokat próbálják követni, többet én se tudok, hiába kérdeznek, nem vagyok jogász. Kérem, hogy mindenki kezdeményezzen, önállóan használják a józan gondolkodásukat, és szálljanak szembe a terrorral, a birka embercsoportok buta szabálykövetésével, az agressziót és túllicitáló terrorintézkedésekkel, a kiskirályokkal. Semmit nem szabad elfogadni, ez szerint az elmebeteg program szerint semmit. A jogszabályokat tartsa be mindenki, amikor feltétlenül szükségesnek látszik, de tegyen meg mindent, hogy a zsarnok jogszabályok létrehozói mi hamarabb elnyerjék méltó büntetésüket, és mi felszabaduljunk a terror alól. Még egyszer. Terror zajlik, háború. Valójában a kiskapuk megkeresése segíthet egy-egy embernek, hogy tovább megmaradjon az állása vagy a vállalkozása, de úgy se oldja meg véglegesen. Úgy is jön a következő terrorintézkedés, és jobban tesszük, ha már most összefogunk és szembefordulunk, mintha még trükközünk és keresünk időleges kiutakat. Aki az oltást kijátszó kiskapukat keresi, az támogatja a terror továbbélését. Másrészt, nincsenek már kiskapuk. Megoldották, hogy ne legyen. Sarokba vagyunk szorítva, az utolsó órában járunk, és ha most nem törünk ki, és veszett kutya módjára nem harabdálunk össze minden sintért, akkor könyörtelenül elpusztítanak bennünket, gyerekeinket, unokáinkat. Értse meg mindenki. Nincs olyan orvos, aki vállalja a megkurcoltatás következményeit, és kiad hamis papírokat üzemszerűen. Ráadásul olyan orvos is kevés, aki felébredt, mert hogy ilyenekkel keresnek. Ne keressenek ilyen miatt. Engem se kérem, mert nem ez a feladatom, és nem is vállalom. Ne menjetek kórházba, ne mérjétek a véroxigén szintet, az is többnyire csupán hamis protokoll arra szolgál, hogy gépre rakják a határérték alattiakat, hanem természetes módszerekkel védjétek az egészségeteket. Ne higgyetek az eddig szerepet kapott politikai pártoknak, politikusoknak. Mindnek ugyanaz a gazdája.
amikor politikusnak állnak, beléptetik őket, kötelezik őket és leszerződnek, különben nem is lehetnének ott, ahol vannak. Az érdekük nem az, hogy Orbánék győzzenek, vagy Orbánékat leváltsák, hanem az, hogy a parlamenti demokráciának csúfolt embereket megnyomorító színjátékot az idők végezetéig fenntartsák, és téged döntsenek nyomorba. Ezek mind ugyanazt a színdarabot asszisztálják. Mind bűnözők, bűnözők szolgái. Dokumentáljátok minden bűncselekményt, a sajátot, az utcán látottat, a szomszéddal történtet, a haláleseteket, mindent. Gyűjtsétek ezeket a dokumentumokat, mert a nagy újraébredés után szükség lesz környezetünk árulóktól és bűnözőktől való megtisztítására. Ha ezek megint átforgatják a köpönyegüket, mint a rendszerváltáskor 1989-ben tették, és addig is lenyúlnak mindent, mint tönkrement emberek maradékait, akkor ugyanoda kerülünk, mint a rendszerváltás után, és kezdhetjük előről, vagyis folytathatják ők, amit abba hagytak. Gyökeres megtisztulás lesz, higgy ebben. Nincs már sok hátra, vesd be minden erődet, és harcolj az életünkért. Isten áldja Magyarországot. Isten áldja az igaz magyarokat. Igen, akkor ez volt az inkriminált videóanyag, amiben elmondta az álláspontját, és sok állítás hangzik el benne, és ezek közül azt szeretném kérni, hogy azokra nézve tegyen nyilatkozatot, és mondja el az álláspontját, hogy mi vezetne arra, hogy ezt a nyilatkozatot vállalva megtette, ami a vírus létére vonatkozik, az oltásra, annak hatására, továbbá a maszk használatra, és az egyéb megoldásokra irányuló, illetve azok hatására vonatkozik, és ugye alapvetően az lenne a kérésem, hogy próbálja meg úgy elkülöníteni a nyilatkozatát, hogy mik azok az információk, amik akkor rendelkezésére álltak, amikor ezt a nyilatkozatot megtette, és mi az, ami utóbb ezt esetleg megerősítette, vagy cáfolta annak tükrében, hogy a közlés óta eltelt időben is nyilvánvalóan születtek még tudományos eredmények, kutatások, és hogy ennek milyen hatása van adott esetben arra a nyilatkozatra, amit ön megtett. Jó? Le tudjuk oltani ezt a villanyt? Igen, azt akartam kérdezni, hogy az szükségesen, mert akkor igen. Hát jobban látszik. Jó, a másikat azt ne, az szerintem nem. Ezt oltsuk le, és a hátsót le. Így jó? Látszod? Jó. Akkor. És akkor még azt tudjuk leállítani, hogy a vírus megengedi az illatnak, hogy ületegyen nyilatkozatot, hogy jelenleg arra, hogy a technikai eszközt maga működtetünk. Tisztelt Bíróság, először is köszönöm, hogy ezt a technikailag bonyolult lehetőséget biztosította számomra, hogy elmondjam a védekezésemet. Én abból a vádiratból indultam ki, amit az ügyészség megfogalmazott, és amiben bekezdések vannak, és ezeket a bekezdéseket megszámoztam, és próbálok mindegyikre reagálni. Hát így van, megszámozom, én ezeket nem olvasom fel, mert a videó is elhangzott, tehát azt gondolom, hogy értelmetlen újra végigmenni ezen a listán. 13 ilyen pontot találtam, amit a vádirattal megfogalmaztak a videó alapján. És akkor
egyes bekezdésekhez oda tettem azt a basszust, amelyiket elmondtam, és ami itt a vádiratban leírtak. Ez az első, ugye amikor azt mondom, hogy először is újra meg kell erősítsek mindenkit, hogy nincs mitől félni, nincs és nem volt semmiféle eddig nem ismert vírus, nem volt általa okozott COVID-19 betegség, nem volt valós világjárvány, az emberek nem a SARS-CoV-2 vírustól haltak meg, hanem alapbetegségeik és a szokásos influenza-szerű megbetegedések miatt. Ennek kapcsán ugye részletekben bonyolódom, és minden egyes részlethez oda teszem újra a vádiratnak azt a mondatát, vagy mondatrészét, amiről éppen beszélek. Tehát ez a cikk, ez 1976-ból való, az orvosi hetilapból, és azt írja benne a Pongor Ferenc doktor, hogy 1965 óta ismert, hogy a koronavírus emberben felső légúti betegség okozója lehet. Epidemiológiájáról keveset tudunk, mert a vírus csak szervkultúrán tenyészik, kimutatása újabb szerológiai próbákkal történik, és így tovább. És aztán azt is leírta, hogy ez a lakosok küléses megbetegedéseinek a 4%-a, ami koronavírus általi fertőzéssel kapcsolatos, és egy kísérletről is beszámol, ahol az első két évben 0,5%-ot okozott fertőzést, majd pedig 52%-ot, tehát hogy változó ez az arány, hogy a vírusokon belül milyen részarányban vesz részt a koronavírus. És akkor szabadjon, ezt majd beadom a tisztelt bíróságnak, az én egyetemi tankönyvemből, a hüléses hurutok alatt a belgyógyászat tankönyvből, 349. oldalon azt írja a tankönyv, hogy a különböző hüléses hurutjárványokban különböző vírusok szerepelhetnek kórokozóként, és pedig adenovírus, parainfluenzavírus, RSV vírus, ugye ez a respiratórikus szinciziális vírus, ez ilyen légúti kifejezés, influenzavírus, koronavírus, reo, coxsackie, echovírusok. Az etiológia, a diagnózis csak, tehát a körülmény, illetve a kiváltók csak vírus kimutatásával és identifikálásával lehetséges, mert baktérium is közreműködhet, okozhatja. Tehát arról van szó, hogy ezek a vírusok arányosan vagy aránytalanul vesznek részt egy-egy járványban. Van, amikor a influenza vírus dominál, van, amikor a koronavírus, másik alkalommal pedig mondjuk ez a RSV vírus vagy az adenovírus. Ez akkor lehetne meghatározni, hogy éppen abban a járványban melyik vírus a domináns, hogyha mindegyiket meghatároznák, és ugye ez itt most nem történt meg. Aztán ugye azt is tudjuk, hogy maga a vírust, amiről szó van, ugye ez a SARS-CoV-2 vírus, ezt nem azonosították be a világon sehol, úgyhogy izolálták volna. Ugye erre mindenféle látványos felajánlások voltak, nagy pénzeket ajánlottak, hogyha valaki felmutatja ezt a vírust, akkor az megkaphatja ezt a pénzt. A mai napig ez nem történt meg, tehát valójában itt arról van szó, hogy számítógépen elküldtek egy vírus összetétel szekvenciát, egy gén szekvenciát, és ezt a gén szekvenciát használták arra utána a különböző országokban, laboratóriumokban, hogy abból kiindulva végezzenek kísérleteket. Tehát valójában ezt a vírust fizikálisan nem izolálták, és nem úgy terjedt, hogy egy beteg emberből kivonták volna, vagy valamilyen betegséget hordozó élőlényből kivonták volna, és azt tisztították volna, hanem számítógépes vírusról van szó tulajdonképpen. Azt mind a COVID-19 vírusa, és mind pedig a 2009 H1N1 sertésinfluenza vírus,
az 1977-es orosz influenza vírus, ezek mind laboratóriumban szerkesztett és onnan szökött, esetleg épp kiengedett vírusok. Ennek a irodalmi hivatkozása itt van a kép alatt, és akkor szeretnék egy rövid bejátszást a... Ahol Karikó Katalin beszél, sajnos 100%-on föl van hangosítva, ez egy halk videó, nem ilyen lesz a többi, de ez egy halk videó sajnos. Ismerésük itt, és az elmúlt egy év az emberiség és a kutatók számára is a kihívások, a rekordok és az újítások éve volt, mind a mellett ugye, hogy egy világjárvánnyal küzd gyakorlatilag a teljes földbolygó. Ön több mint 30 éve dolgozik a tudomány területén. A koronavírus januári feltérképezése és az első vírus elleni mRNA-s vakcina emberbe fecskendezése között alig 2 hónap telt el, ez hihetetlenül rövid idő. Hogyan lehetséges ez? Hát az évtizedek során a technológia fejlődött, tehát nem csak a messenger RNA-s technológia, hanem maga az a tény is, hogy szekvenálás az egész világon hozzáférhető, tehát a kínai kollégák megszekvenálták és ugye el tudták küldeni az információt. Az is hozzátartozik, hogyha 20 évvel ezelőtt történik ez a koronavírus fertőzés, akkor kellett volna kezünkbe lenni egy vírusos anyagnak, hogy elinduljunk is. Tehát azt mondja, hogy megszekvenálták, vagyis az azt jelenti, hogy meghatározták a gén összetételét, ezeket az aminosavakat, amelyek benne vannak, és azt mondja, hogy 20 évvel ezelőtt valószínűleg kellett volna kezünkbe legyen fizikálisan ez a vírus. Itt most nem kellett. És vakcinát fejlesztő. Most pedig elengedő volt csak az információ, ugyanis az évtizedek során tudunk már génszintetizálni, és az információ alapján minden laboratórium a világ különböző területén meg el tudta készíteni a gén. Tehát ennek alapján a világ bármelyik laboratóriuma el tudta készíteni magát a teljes sorozatot, tehát magát a teljes vírust. Ennek ellenére nem nagyon lehetett ezt beszerezni, tehát igazából ez digitálisan létezett ez a vírus. Következő ábrán német adatokat használok, amely egy utólagos egy felmérése vagy statisztikája, tehát november 2022. november 14-i aktuális szintről van szó, de ugyanezt az ábrát előtte is megvolt már ezen az oldalon, csak mindig aktualizálták. Tehát az a lényeg, hogy amit itt látnak legalul ez a halvány kék sor, ezek a kórházi ágyak, amelyeket a COVID-19 páciensek foglaltak el. Fölötte van az összes többi ágy, amelyen nem COVID-19 betegek vannak, és a szürke zóna azok az üres ágyak, és a piros zóna, amely arról szól, hogy ugye nagyon sok ágyat felszabadítottak, mondván, hogy jön a rengeteg covidos beteg, ugyanez történt ugye Magyarországon is. Ezek üresen álltak végig, mint a szürke zóna is, és utána volt ez a rengeteg beteg, akinek nem volt covid betegsége. Tehát ez a szint, ugye itt 2020, márciusától 2022. októberéig láthatjuk ezt a nyomonkövetést, és ebből látszik, hogy COVID beteg 2020-ban, 21-ben alig volt az összes ágy befedettségét tekintve. Ez a vizsgálat, ez egy nagyon nagy volumenű és nagyszabású, mondhatnám azt, hogy világon egyedülálló vizsgálat volt. Merkeli Béla professzor irányítottam. A 4 egyetemet vonták be Magyarországon, és véletlenszerűen választották ki azt a 10.500 embert Magyarországon, akiket behívtak tesztelésre. Kétféle tesztet csináltak, egyiket az úgynevezett PCR tesztet, amelyiket használtak ugye az egész COVID-járvány során a betegség kimutatására, vagy a fertőzés kimutatására,
a másik pedig egy ellenanyag teszt volt, amiből azt lehetett lemérni, hogy átélte-e az illető már ezt a betegséget. Tehát 10.500 emberről van szó, 2020 májusa, júniusa, akkor végezték ezt a vizsgálatot. Ez ugye arról szól, hogy akkor lezárások voltak, óriási félelemgerjesztés, hogy nagyon nagy a probléma, rengetegen betegek. Na most ebben a 10.500 emberből való tesztelésben három beteget talált Merkeli professzor, hármat. Ez 0,0287%. A másik teszt, tehát ez a, hogy átélte-e már a betegséget, ott 70 volt pozitív. 70-en élték át, ugye ez is bőven 0,01% alatt van. Tehát ez volt az úgynevezett első hullám 2020 májusában, júniusában, vagyis nem volt első hullám. Ennek alapján ez jelenthető. Nagyon sok ilyen publikáció van. Ennek a járványnak a valós halálozása, tehát ugye ez a case fatal rate, ez a eseti halálozási ráta, amelyet itt a Ioannidis professzornak a közleményéből idézek elsősorban. Ioannidis professzor epidemiológus, és a világon a legidézettebb tudós. Tehát ő az, akinek a közleményeit a legtöbben idézik a világon, ugye a tudósok között, tudomány szakemberei között ez egy fontos mérce, hogy hányan veszik át azt a információt, amit ő közöl először. Ő azt mondta ekkor, tehát ez egy eredeti időszak, 2020 márciusában, részben a saját vizsgálatai, részben pedig nagy metaanalízisek révén, tehát a metaanalízis azt jelenti, hogy sok tudományos vizsgálatot összegeznek, azt mondta, hogy a halálozási arány 0,24%. De elismeri, hogy a COVID-19 által leginkább sújtott területeken lehet 0,9% is. Ez a közlemény megjelent, és hozzáférhető most is, és ezt nagyon sok hasonló publikáció megerősítette. Például ez a Gideon Meyerowitz-Katz féle vizsgálat, amely 0,68%, de erre még visszatérek. Ugye ez az összefoglaló táblázat a Ioannidis professzornak, és itt életkoronként lehet látni, hogy melyik életkorban milyen a halálozása ennek a betegségnek, ennek a koronavírus fertőzésnek, amit SARS-CoV-2-nek neveztek. Itt látható, hogy a legmagasabb halálozás az az idős embereknél következik be, 70 év felett, ahol eléri az 5,5%-ot, de gyermekeknél, fiatal felnőtteknél, és középkorú felnőtteknél is láthatjuk, hogy bőven 1% alatt van, ez egészen 70 éves korig stimmel. 0,59% a 60 és 69 éves korúaknak a halálozása. Aztán az is látszik, nagyon sok közlemény volt ekkortájt, amelyik azt mondta, hogy hát egy nagyon egyszerű közlemény, például a Servus TV-nek itt jobb oldalon látjuk ezt a grafikonját, hogy rendkívüli módon növekedett a PCR teszteléssel talált fertőzöttek száma, ugye mindenütt ezeket a fertőzötteket tartották számon, ezt közölték, és akkor találtak összességében a világon 8,5 millió fertőzöttet ebben az időben, szeptember tájéken, és ugyanakkor a halottak száma az nem emelkedett, tehát 162 ezer halott úgy volt, mint általában minden évben szokott lenni. Tehát az volt megfigyelhető, hogy rendkívül sokat mutatnak arra, hogy nagyon betegek az emberek, a tesztekkel ezt igazolják, de igazából a kutya bajuk nincs, mert nem halnak meg ettől a úgymond nagy betegségtől. És általában a teszt pozitív emberek adták a COVID statisztikát 78%-át,
Erről írt a British Medical Journal, ez egy nagyon neves, világszínvonalon működő orvosi szakmai lap, és ő azt mondta, hogy a 78%-a a teszt pozitív emberek adják a COVID statisztikákat. Tehát valójában arról van szó, hogy a tesztekkel kimutattak betegségeket, de valójában ezek az emberek nem voltak betegek, csupán egy teszt pozitivitást könyveltek el. Ez a Heinsberg tanulmány egy híres vizsgálat volt, a Bonni Egyetem Víruskutatási Intézetének igazgatója Hendrik Streck vezette ezt a vizsgálatot. Ő COVID-19 páciensek közül ténylegesen a vírussal történő megfertőződés miatti halálozást vizsgálta. Ő egyébként patológus, de az egész egyetemnek a vezérkara csatlakozott ehhez a vizsgálathoz. Van róla a videó felvétel, amatőr sajtótájékoztatójukról, ami több órán keresztül tartott, és azt mondták, hogy 0,36%-uk halt meg. Ez egy körülírt terület volt, ahol vizsgálódtak, és ez a Heinsberg tartomány, vagy település tulajdonképpen, ahol ezt a vizsgálatot elvégezték. Aztán a magyar eljárásrendet figyelembe véve következő dolgokat tudom elmondani. Ugye itt volt egy szokásjog évtizedeken keresztül Magyarországon, aminek az volt a lényege, hogyha heti 20.000 esetszám alatt van az úgynevezett influenza-like illnesses, tehát ez az influenza-szerű megbetegedéseknek a száma, ha 20.000 alatt van, akkor az még nem betegség. Ha 20.000-nél, hát 20.000-et eléri, akkor beszélünk mérsékelt járványról. Itt látjuk ezt a mai napig a ránybejesz, illetve az OEC-nek az oldalán megtalálható beosztást. Tehát mérsékelt járvány 200-510.000%, ez megfelel ennek a kb. 20.000 főnek. És aztán a magas járvány és a nagyon magas járvány. Ugye a nagyon magas az már 50.000 fölött van hetente. Tehát ezt nagyon ritkán szoktuk elérni. Itt ugye azt a vágypontot arra reagálok, hogy az emberek nem a SARS-CoV-2 vírustól haltak meg, hanem alapbetegségeik és a szokásos influenza-szerű megbetegedésünk miatt. Itt látjuk azt, hogy mennyi a COVID maximális betegség előfordulása Magyarországon. Ez az egész járványidőszakot mutatja, 2020. január 8-tól 2023. november 9-ig. Ez az adat megtalálható most is az interneten. Erre a linkre, ha rákattint az internetet használó, akkor ott megtalálja, hogy én ezt a grafikont. Tehát ez a maximális csúcs, amit itt látunk, ez azt mutatja, hogy 11.160 eset volt a legtöbb 2022. március 31-én regisztrálva, úgy, mint PCR pozitív fertőzött. És akkor itt látunk egy ilyen szokásos heti grafikont, amit az ANTS influenza figyelő szolgálata mutat, és itt is látszik ugyanez, amit elmondtam, hogy nagyon ritkán megy a mérsékelt járvány fölé a csúcs az influenza-szerű megbetegedéseknél, és többnyire ez a 20.000 alatt van. Ez pedig a most is interneten megtalálható, ugye most már a hallgatók nem annyira könyvekből, inkább ilyen prezentációs anyagokból tanulnak. Ez az interneten megtalálható prezentációs anyag az orvostan hallgatók oktatását szolgálja. Megtalálható ezen az internetes linken, népegészségtan témakörben, és itt is azt mondják, hogy a hazai influenza surveillance, tehát az influenza-szerű megbetegedések előfordulása a járvány alatt. Itt jellemzően a 200.000 és az 500.000 esetet sorolja fel a 2 és 12. tehát 10 hét alatt. Tehát 2015-ben előfordult 500.000 fő
500 ezer fő, ez 2015-ben volt. Tehát lényegesen magasabb influenza-szerű megbetegedési szám volt, mint amit az előbb mutattam, hogy 11 ezer az volt a maximum 2015-ben. A CDC, ez az Amerikai Járványügyi Központ, maga elismerte 2020. július 15-én, hogy nem járványról van szó, mert a járványküszöb alatt vannak az esetek száma. Nem is ragozom ezt tovább, hanem kinagyítom. Tehát itt van angolul az a mondat, amiben ő azt mondja, hogy ez még a járványküszöböt nem éri el, és nincsen járványos helyzet. Most ehhez képest ez az úgynevezett híres Katar tanulmány, katari kutatók publikálták, amely azt mondja, hogy a természetes fertőződés függetlenül a fertőző vírus típusától 97,3%-os élethosszig tartó természetes immunitást eredményez, és azt nem írtam oda, az is benne van a közleményben, minden variánssal szemben, mindenféle védőoltás nélkül. Tehát 97,3% az élethosszig tartó természetes immunitásnak az esélye, ha valaki egyszerűen csak megbetegszik ebben a mostani, vagy az előző három évben átélt koronavírus fertőzésben. Aztán van egy 24 közlemény meta-analízise, amelyik 0,68%-ot mutat ki. Ez is egy neves publikáció. Erről beszéltem az elején, amikor ezt a blokkot elkezdtem. Gideon Meyerowitz-Katz nevű kutatónak a közleménye. És akkor még arról a témáról, hogy az emberek nem a SARS-CoV-2 vírustól haltak meg, hanem alapbetegségeik miatt. Ezt ugye nagyon sok orvos, gyakorló orvos tudta igazolni. Koronavírus halálozás médián életkora a legtöbb nyugati országban meghaladta a 80 évet. Ez olyan messzeségig megy ez a statisztika, hogy most már pontosan kimutatott a német állami intézeteknek a adatai alapján, hogy magasabb a halálozási arányuk a COVID fertőzötteknek, mint egyébként az elmúlt 5 év átlagában az idős embereknél. Tehát 78% volt például az Egyesült Államokban, és az elhunytak csupán 5%-ának nem volt egészségügyi előfeltétele. Sok nyugati országban az összes koronavírus halálozás kb. 50-80%-a idős otthonokban következett be. Tehát azt levonhatjuk következtetésként több ilyen publikációból, hogy 3-6% a valódi Covid halálozás a különböző országokban. Müller Cecília Magyarországon 3%-ra beszélsz, és nagyon sok videójában megismétlik. Tehát ez a grafikon, itt ugye mutatja az egyes országokat, hogy tulajdonképpen mindenütt az idős otthonok, illetve az idős embereknek a aránya volt jelentős a Covid halálozásban. Ez Ausztráliától ugye Amerikáig, benne van itt Magyarország is, ahol 25% körüli az idős embereknek a halálozása. Ez pedig azt mondja ez a közlemény, hogy már 2019-ben felfedezték a Szentgyűrűben ezt a koronavírus változatot, tehát nem új jelenségről van szó. Ez pedig, amit említettem a videóban is, hogy 2017-es van ez a World Integrated Trade Solution nevű internetes oldal, amelyik azt mutatja, hogy a világ országai hogyan kereskednek különböző árucikkekkel, és ez egy 2017-es változat, illetve adat, amit már csak archív oldalról lehetett visszakeresni, mert időközben kicserélték ezt a kifejezést, de itt van
egyértelműen, hogy Magyarország bevásárolt ezekből a COVID-19 tesztkészletekből 2017-ben. Ott van az összeg is, hogy milyen összeget, itt most kimerítve látható. És ugye a faktcsökkerek azt mondják, hogy ez egy olyan hibán alapul, ami hogy rosszul nevezték el utólag ezt a tételt, és ezt kijavították, ezt úgy véli. Valójában én azt gondolom, hogy ez olyan hiba egy ilyen nagy volumenű weboldalnál, amit nem követhetnek el, és 2017-es adat pedig egyértelműen mutatja, hogy akkor is ott volt. Hetes vádpontról itt nem egészen sorba vannak, de mindegyikre sor kerül. Mint orvos azt mondom nektek, téveszméket terjesztettetek, mert covidos az nem igaz. Influenzás voltál, amitől előző években is nagyon sokan meghaltak. Senki nem bizonyítja, hogy létezik egy covidnak nevezett önállapot, így ne beszélj butaságokat. Ugye itt láthatók a influenzának a statisztikai adatai. A baloldali ábrán a német hivatalos adatok láthatók, ami azt mutatja, hogy a nátha, tehát ez az influenza, 2019-ben volt ugye két hulláma, volt a tavaszi és volt az őszi, majd 2020-ban volt a tavaszi, és utána eltűnt, és nem volt egész évben influenza. Ugyanezeket az adatokat láthatjuk Magyarországon. Dr. Kovács Mónika könyvében ezt szépen ábrázolja. Itt látható ez a 2020-as ábra, amiben az látszik, hogy vagy vonal, 2020-as vonal, amiben az látszik, hogy 2020-ban az influenza eltűnt Magyarországon. Előző években óriási kilengései voltak, és 2020-ban pedig nem volt. Most ezt lehet, ugye szokták úgy magyarázni a túloldali orvos szakértő celebek, hogy hát olyan nagyszerű volt a védőintézkedés, mert annyira elnyomta a Covid az influenzát, tehát ezek szerintem hajánál előrángatott érvek, nem fedik a valóságot, az influenza mindig van, azt kellett volna csak vizsgálni, és akkor lehetett volna tudni, hogy mennyi a influenzás. Covidnak vélt influenza nem, hogy nem veszélyes, hanem védő hatású volt. Azt írja egy tanulmány, hogy a hagyományos influenzát átéltek, az végig védve volt a COVID-19 minden variációjával szemben. Ez derült ki egy 2020 évvégi angliai kutatásból, amit csak 2022. januárjában publikáltak. Valamiért elhalasztották ezt a publikációt, tehát az derült ki, hogy ha valaki az influenzát megkapja, akkor COVID-19-et már nem fog megkapni. És hasonló dolgokat lehet látni ezekben a grafikonokban. Itt az látszik, a jobb oldali kicsi csík, ez a piros csík, az azt mutatja, hogy 3 millió összesen a Covid alatt, a Covid-dal együttes mindenféle légúti megbetegedésnek a száma az egész spektrumon belül, ami előző években látjuk 6,3, 6,4, 6,5 millió volt. Tehát itt viszont ebben a 3 millióban minden beletartozik, mert hogy ugye az előtt már elmondtam, hogy csak 3-6% volt a valójában, akik ténylegesen a Covid-tól voltak betegek. Tehát óriási aránytalanság van a statisztikákban, ez mindenképpen tudományos megbeszélést igényelt volna, amire ugye nem volt lehetőségünk. Akkor itt látjuk azt, hogy Magyarországon ez egy orvosi hetedapos közlemény, 2009-től 2016-ig egy megfelelő tudományosan felállított szempontrendszer szerint számolták, hogy mennyi a többlet halálozás az influenza-szerű megbetegedések miatt. És azt láthattuk, hogy 3000, 6000, 5000 ilyen számokat hoztak ki
a tudomány képviselői, és ezt összehasonlították Dániával, ahol lényegesen alacsonyabbak voltak ezek a számok. Na minden esetre, ha ezekhez hasonlítjuk, ugye a most is föllelhető adatbázisból a 48.881, amelynek a 3%-a, hogy Müller Cecília le nem játszott videóban elmondja, a remélhetőleg ezt még majd le tudjuk játszani, akkor az 4.466 eset a 3 év alatt, vagyis semmivel nem rosszabb, sőt inkább jobb az arány, mint az influenza mérési időszakokban volt, tehát ennek a betegségnek a halálozása nem haladja meg az influenza szerű megbetegedés halálozását, és ez az orvosi heti lap számításaira tudom alapozni. Az összes elhunyt tekintetében csupán 3% az, akinek semmilyen alapbetegséget vagy kísérő betegséget nem tudtak felfedni. Az esetükben tesszük kifejezetten haláloki tényezővé a koronavírus fertőzést. Tehát az összes elhunyt jelenleg 10.948 főnek a 3%-ában csak moda a fertőzés szerepelt haláloki kóroki tényezőként. Igen, tehát akkor úgy tűnik, hogy itt most sikerül a videókat lejátszani, és akkor megyek arra a következőre, amit... Van magyarázom el, hogy a koronavírus, csak alig veszélyesebb, mint az influenza. Az emberek az életet megszokták, mert a koronavírus kényszer, hogy gyakorlatilag naponta mondjuk el, hogy hány eset van, hány ember volt, meg sajnos a pánikot képviselt. Ez egy koronavírus, ez egy hagyományosan ismert, elsősorban állatgyógyászatban, de embereknél is létező, teljesen békés vírus. Tény az, hogy ez a három fajta, a távol-keleti koronavírus, a közel-keleti koronavírus és az új koronavírus, hogy veszélyesebb a hagyományos koronavírusok, de a halálozása bármennyire is nem szeretném ezzel kapcsolatban számokat mondani, jóval alacsonyabb, mint például az előző két járvány. Viszont mindegyikre jellemző, hogy gyerekeket nem nagyon fertőz, az jó hír, és sajnos az idős beteg emberek halnak meg. Ez ugyan rossz hír, de általában olyan emberek halnak meg, akik cukorbetegek, tüdőbetegek, szívbetegek, tehát bocsánat, ez tényleg sajnos az öreg idős emberek halnak meg a beteg. A többiek túlélik, lázasan, szárazon köhögnek, ilyen fulladás alakul ki, és általában 7-10 nap alatt meggyógyulnak. Ugyanakkor azt is tudjuk már, hogy egy olyan 70-80% tünetmentes hogy ennyi tünetekkel, egy kis forrófájás, egy kis nátra, egy kis alaj, és rengeteg ember járt át maszkba. És kérdeztem a helyieket, hogy ennyire félnek ezek az emberek, hogy a fertőzésektől? Azt mondták, hogy nem ők félnek, hanem ők betegek. És ők azért voltanak maszkot, mert nem akarnak másokat megtenni. Tehát ez az olyan szemre pedig... Igen? Igen, ki volt, aki nyilatkozott? Szlávik János. Járvány alatt gyakran mutatkozott, ő a Délpesti Kórháznak a osztályvezető főorvosa, infektológus és Délpesti Kórháznak fogom tudom, de lehet. Jó, akkor a következő nagy témakör, ugye ez az oltásokra tett nyilatkozatom. Itt három pontban is mondtam erre negatív kitételeket. Az négyes pontban azt mondtam, hogy az oltások részei az emberiség elleni háború fegyver arzenáljának, melyet kényszerítés hatására semmi áron nem szabad felvenni, mert csak is kárt okoznak, semmilyen haszna nincs az egészségre, ráadásul nincs mi ellen védekezni, és a saját testünk felett mi magunk rendelkezünk. A nyolcas pontban azt mondtam, hogy az oltással kapcsolatban kifejtette, hogy nem védőoltás, hanem kísérleti génterápiás szer, valójában egy elmebeteg hadászati program, amely mérgez és aminek mellékhatásai vannak. 13-as pontban pedig azt mondtam, az oltásoknak mellékhatásaik vannak és állnak. Ennek mentén szeretnék most haladni. Ez az információ, amit most vetitek, ez egy napokban megjelent információ. Már engedélyezéskor tudták, hogy nem véd az oltás a betegség továbbadása. Ezt igazolja,
az Európai Engedélyügyi Hatóság, tehát az EMA, ez az Európai Gyógyszerügyi Hatóságnak a rövidítése. És itt akik beszélnek, ez a Marcel de Graaf holland EU parlamenti képviselő által vezetett tájékoztató. Ők írtak az Európai Gyógyszerügyi Hatóságnak egy levelet, és ezt megválaszolta a Gyógyszerügyi Hatóság, és ez derül ki belőle, hogy már az engedélyezéskor is tudták, hogy nem véd az oltás a betegség továbbadása ellen. És ezt most ebben a levélben igazolták. Aztán azt is mondja a levél, hogy csak a rizikócsoportoknak engedélyezték, nem pedig tömeges oltásra. Aztán harmadikként azt is állítja a levél, mondom még egyszer, az Európai Gyógyszerügyi Hatóság, amely ugye minden felügyel ezen témakörben, tehát oltások ügyében. Tehát azt is mondja, hogy eleve sok mellékhatással is számoltak, és javasolták adatok gyűjtését a kormányoknak. Ehhez képest ugye minden politikus biztonságosnak állította be az oltást, és elkerülhetetlennek a járvány leállításához. És gyűlölet kampányt folytattak azokkal szemben, akik nem akartak oltást kapni, vagy akik az oltások hatását megkérdőjelezték. Ezt nem én mondom, hanem ezt ez a Marcel. Ik ga van Stadtdamse heren. Afgelopen maand schreef ik met Joachim Koes en nog zes collega's van het Europees Parlement een brief aan de EMA. Het Europees agentschap dat verantwoordelijk is voor de toelating van geneesmiddelen op de Europese markt. En daarin vroegen wij opheldering over de vele problemen rond de COVID-vaccins. En deze problemen zijn zo groot dat wij de EMA vroegen om intrekking van de markttoelating. Deze maand ontvingen wij van de EMA een antwoord op onze brief. En dit antwoord bevat schokkende feiten. Allereerst stelt de EMA expliciet dat zij de coronavaccins alleen en uitsluitend op de markt heeft toegelaten voor individuele immunisatie. En absoluut niet voor beheersing van besmetting en absoluut niet voor het voorkomen of verminderen van besmettingen. En dit is vernietigend voor regeringen die volop op het campagneorgel zijn gegaan met de boodschap je doet het voor een ander. Niets daarvan klopt. Niet alleen. Ez a levelezés ez itt megtalálható, ezt én kinyomtattam, és szintén mellékelve szeretném a tisztelt bíróságnak beadni. A lényeges pontokat itt kiemeltem, tehát itt az van, hogy a magyar fordításban a COVID-19 vakcinák nem jóvá hagyottak az egyik szeméről a másikra történő átvitel megelőzésére. Az indikációk csak a beoltott egyén védelmére vonatkoznak. Tehát az Európai Gyógyszerügyi Hatóság úgy adta ki ezekre az oltóanyagokra az engedélyt, hogy nem javasolta a tömeges oltásra, nem javasolta az átvitel megelőzésére, hanem csupán annak a személynek, akit beoltanak, annak a betegség elleni védelmére adta az engedélyt. És ezt maga a hatóság mondja. Ez itt az amerikai Open Wires, tehát ez a vakcina miatti károsodásokat számon tartó vagy gyűjtő adatbázis, amely úgy működik, hogy ha valakinek a oltás után valamilyen betegsége lép fel, mellékhatás lép fel, akkor az ő vagy a hozzátartozója az orvosán keresztül bejelenti az adatbázisnak. 2023. október 27-ig, tehát ez volt az utolsó adat, amit itt a napokban le tudtam tölteni, 36.501 haláljelentés van, és létezik egy úgynevezett URF, ez az underreporting factor, tehát ez azt jelenti, hogy alul van kalibrálva az adatbázisnak a jelentősége, vagy a számadata. Azért van alul kalibrálva, mert nem mindenki megy vissza, nincs neki bátorsága, nem akar ezzel foglalkozni, és így tovább. És ezt tudományos vizsgálatokban értékelték, hogy milyen nagyságú ez az underreporting faktor. És azt lehet tudni, hogy 1-10%-a látszik csak a Wires-be beérkező, vagy a hozzá hasonló adatbázisokba beérkező
eseteknek. Tehát 1-10% között. Vagyis minden további nélkül meg lehet legalább 10-zel, esetleg akár 100-zal szorozni ezt az értéket. Tehát ha visszatérve az előbbi adatra, 36 ezer, ha 10-zel szorozzuk, akkor 360 ezer halott csak az Egyesült Államokban. Ha ennél nagyobb számmal szorozzuk, akkor milliós nagyságrendű halottról tudhatunk, vélhetjük, hogy ez az oltások következtében alakul ki. Ez véleményem szerint mindenképpen megvitatást érdemlő tényező, amit nem elhallgatni, meg eltitkolni kellene, meg összeesküvőknek nevezni azokat, akik erről beszélni szeretnének, hanem ezt megvitatni kellene szakmai, orvosi, tudományos körökben. Aztán itt van az EMA adatbázis a mellékhatásokról, ez az európai megfelelője az előbb látottaknak. Ez azt mutatja, hogy 2023. szeptember 3-án az EMA adatbázisban 904.534 Covid oltás mellékhatás gyanús eset szerepel, ebből 262.383 súlyos mellékhatás. Tehát az 1 millió oltásról jutó halálozások számát tekintve 16-szor többen halnak meg Covid oltással, mint a gyermekbénulás esete elleni oltással, és 108-szor többen halnak meg, mint a TBC, tehát a BCG oltás következtében. Ezt látjuk a jobb oldali ábrán, ahol látszik, hogy a zöld a Covid oltás, a piros a gyermekbénulás, és a fekete, ami alig látszik, vagy ez a szürke és zöldes, ez pedig a TBC elleni oltás miatti elhalálozottaknak a száma. És a baloldali ábrán is ezt az összefüggést látjuk más vetületben. Aránytalanul több a Covid oltás miatt meghaltak száma, mint amit az összes többi oltást jelent, de erről majd még szó lesz. Több ezer bírált orvosi cikket publikáltak oltások mellékhatásairól. Ezek bírált, véleményezett, tehát a tudomány minden mércéjének megfelelő orvosi tudományos publikációk. És ezeket listázzák sokan most már. Itt látjuk, hogy 1250, most már vannak 2000-es adatbázisok is, ahol 2000 olyan esetet leírnak, ami nyilvánvalóan Covid oltás alakul ki. Csak egy-két példát mutatok ezekből, tehát például halálos bőrreakció oltás után, ez is bírált orvosi publikáció. Vagy például 19 ember tartozott a vizsgáltak közé Olaszországban, és azok 31,2%-ánál neurológiai, tehát idegrendszeri szövődményeket találtak az oltás nyomán. 31%, tehát ez az egyharmada a beoltottaknak, a 19 ezer ember pedig nem kevés, tehát az nem egy ilyen hasra csapós, komolytalan vizsgálat, hanem 19 embert megvizsgálnak, az bizony egy komoly tudományos vizsgálat. Nagyon sokféle adatbázis létezik, például itt ugye kimutatták ebben a vizsgálatban 68.000%-os a stroke növekedés, 44.000%-kal nőttek a szívbetegségek száma, 6.800%-kal a halálozások, 5.700%-kal a maradandó rokkantság, 5.000%-kal az életveszélyes sérülések száma, és 4.400%-kal nőtt a kórházi kezelések száma az oltások nyomán. Az oltások több halálesetet okoztak Angliában, mint az elmúlt 21 év összes oltása együttvéve. Ez látszik ezen az ábrán. Látjuk a baloldali a Covid oltások miatt 3 év alatt elszenvedett haláleset, és a jobb oldali pedig az összes oltás 21 év alatt. Összes egyéb oltás. Hasonlóan itt ezen a ábrán az látszik, hogy a Covid halottak 94%-a, tehát most azokról van szó, akiknél azt véleményezik, hogy Covid-dal haltak meg. Ez Anglia, Nagy-Britannia. 22-23-ban az összes Covid halott
94%-a négyszer oltott. Tehát 94%-a a Covid halottaknak nevezett beteg és halottaknak ez a piros egyenes bőrben. Az azt mutatja, hogy ők négyszer voltak oltva, a sárga az a három, vagyis ez a poker színű, a világos sárga a négy, és a zöld az nem volt oltva, és a piros pedig, hogy egyáltalán oltva volt. Ez az izraeli tanulmány 2 hónappal az oltás után azt találja, hogy dupla annyian halnak meg, mint az első hónapban az oltás után. Aminek ugye szintén tudományos értéke, jelentősége van. Ez azt mutatja, hogy nem elég azt számon tartani, hogy a Covid oltás utáni egy hétben mi történik a páciense, bár Magyarországon sajnos azt sem tartják számon, hanem azt is nézni kell, hogy hosszabb távon milyen a halálozási aránya beoltottaknál, és azt látjuk, hogy 2 hónappal később még többen halnak meg, mint az első hónapban. És itt mindig ugye fel van írva az a pont, amire reagálok. Az oltások részei az emberiség elleni háború fegyvere az arzenáljának kényszerítés hatására semmiképp nem szabad felvenni. Itt azt a szerződést látjuk, amelyik az utóbbi hetekben kiszivárgott. Ennek az a tanulsága, itt röviden összefoglalva, az EMA jóvá hagyta volna az oltásokat 2020. december 15-ig, de a szerződést már aláírták november 20-án. Tehát nem volt jóváhagyás, amikor ez az ominózus Burla és von der Leyen közötti SMS váltással megrendelték ugye a nem tudom, 100 millió vagy 3 milliárd ampullát. Kiderült, hogy változó az összetétele, az előállítás állandósága nem garantált. Az én véleményem szerint ez bűncselekmény, tehát hogyha egy adott címke rajta van az adott terméken, tehát egy oltóanyagon, és a tudományos vizsgálatokkal igazolva van, hogy különböző összetétele van ezeknek az ampulláknak, akkor ez véleményem szerint bűncselekmény, de ez az én teljesen olyan véleményem. Kiderült, hogy idegen DNS-eket tartalmaz, amit titokban tartottak. Kiderült, hogy mindenütt túlhalálozást okoz, ennek ellenére ugye aláírták, tehát ez nem akkor derült ki nyilván, de hogy ez lett a következménye. A 23-25. Oldalon az EU jóvá hagyja, hogy a gyógyszergyár szó szerint semmiért nem felel. Az értelmezésében néhány pontot kiemeltem, tehát 451 millió ampullát, vagy embernek való oltóanyagot szerződtek le. Már az oltás vészhelyzeti jóváhagyása és mindenféle gyógyszergyári vizsgálat elvégzése, illetve azok befejezése előtt mentesítették a gyógyszergyárakat minden felelősség alól, sőt belementek az elhárított felelősségek pontosításába is. A gyógyszergyár szó szerint semmiért nem felel. Ez van a 23. oldalon. Ezt a szerződést én szeretném a bíróságnak beadni majd. Elpénk másoltuk, és itt van. Minden felelősség az EU-é, sem halálesetért, sem testi sérülésért, lelki vagy érzelmi károsodásért, betegségért, rokkantságért, vagyonvesztésért, vagy anyagi kárért, gazdasági veszteségért, vagy bármilyen üzletmenet megszakításáért nem felel a gyógyszergyár, hanem az Európai Unió és a tagországok felelnek. Ez van szó szerint ebben a szerződésben. 421 millió ember úgy akartak leoltani ezekkel a, és hát ugye a többségét le is oltották, hogy kisebb próbált szerekről van szó, tudták, hogy veszélyes, az is benne van ugyanis, jó eséllyel hatástalan, betegségeket okozhat, és ezt írták alá, és ezt főként egészségeseknek akarták ugye beadni, és adták is. Tehát itt van ez a címlapja ennek a szerződésnek. Itt van az a részlet, angolul és magyarul, amiről beszélek. Minden egyes részvevő tagállamot mentesíti és kártalanítja a gyártót, annak kapcsolt vállalkozásait, alvállalkozóit, licenszadóit, allicenszvevőit, valamint tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, egyéb ügynökeit,
együttesen mentesített személyek, minden felmerülő felelősség alól, és meghatározott károkkal, sérülésekkel, veszteségekkel kapcsolatot adott részvevő tagállam joghatósága alá tartozó oltóanyagok felhasználásából, stb. Szóval megyek tovább. A 48-49. Oldalon az EU tagállamai megerősítik, elismerik, hogy a vakcina hosszú távú hatása és hatékonysága nem volt ismert, és korábban ismeretlen mellékhatások is előfordulhatnak. Tehát azt írták alá az EU tisztségviselői, hogy nem ismertek a hatások és a mellékhatások sem, és így tették kvázi kötelezővé az oltást. Tisztában voltak az, hogy a vakcina biztonságosága, hatékonysága nem ismert, kifejezetten elfogadták, aláírták. Kérem a tisztelt bíróságot, hogyha ezt az államközi szerződés lehetőség van, ezt az államközi szerződést hozzák nyilvánosságra, kérjék ki Magyarországon is, mint ahogy a nyilvánosságra került maga az EU szerződés is. Itt ugye ugyanezt a részletet találjuk, ezek nem ismertek ezek a paraméterek. Ők is automatikusan szerződéses partnerré váltak, vagyis a magyar állam is. Tehát a szakpolitikusok, tisztségviselők, akik ezt a szerződést utána, ugye a következő szintén aláírták. Tehát nincs bizonyíték a hatásra, nincsenek kivizsgálva a megszokott módokon az oltóanyagok. Az oltások jelentősen kockázatosak, benne van a szerződésben, tehát így van benne, hogy oltások jelentősen kockázatosak. Az oltások nem biztonságosak, ez is benne van így a szerződésben, betegséget okozhatnak. Megtörtént, ami megtörtént. Magyar járványpropaganda hamis tudománytalan volt. Egy esküje szerint élő orvos számára elfogadhatatlan, ami ellen meg kellett szólalni. Aki nem oltatja be magát, az meghal. Ugye ez volt az egyik szlogen. Az oltás életet ment, az oltás működik. Az óriás plakátok az utak mentén ezt sugallták. Az oltóanyag biztonságos, hatékony. Tehát elnézést a miniszterelnök úrtól, de... azok nem védenek meg a vírustól. Baj oka az az, hogy még mindig nincs mindenki beoltva. Nem fogjuk tudni elkerülni, hogy a végén mindenki beoltassa magát. A végén mindenkinek be kell majd oltani magát, még az oltás ellenség is rá fognak arra jönni, hogy vagy beoltják magukat, vagy meghalnak. Na hát hála Istennek én élek, de minden esetre ez a propaganda zajlott. Nyilvánvalóan a kormányt is megtévesztették ezek a előzetesen nyomásra aláírt szerződések. Most láthatjuk, hogy ezt a Pfizer mizériát, ami folyik, hogy utólag ki akarják fizettetni a magyar állammal, amit már belátása szerint helyesen nem adatott be az embereknek. Minden esetre 16,5 millió alkalommal a magyar embereknek beadták. Sokszor munkahely elvesztése, életveszélyes vírusra riogató félelempropaganda, ami szerintem a valódi rémhír, és az emberbaráti érzelmek előhívása által. Vigyázzunk egymásra, akkor lesz vége, ha mindenki beoltatja magát. Hát ez a propaganda nyilvánvalóan nem volt igaz. Azt sem tudjuk, hogy hányan haltak meg az oltások miatt, mert nem tartják számon, az emberek inkább hallgatnak és nem szólnak, még akkor sem, ha elvesztették a szeretteiket. Nem tudjuk, hogy hányan sérültek az oltások nyomán, de véleményem az, hogy sokkal kevesebben sérültek, sokkal kevesebben haltak volna meg, ha szabadon elmondhattam volna a véleményemet a sajtóban, amit ugye akadályoztak. Mindenki számára világos kell legyen, hogy azok, akik a kormányzatot is megtévesztették, kezdettől fogva tisztában voltak azzal, hogy az oltás súlyos következményekkel járhat, beleértve a halált is. És a hosszú távú következmények még mindig nem láthatók előre. A beoltottakat becsapták, elcsábították, nyomás alá helyezték és hazudtak nekik. Egyetlen cél a gyógyszergyári profit növelése volt. Nem tudjuk, hogy hosszú távon mi lesz az oltottakkal, annyit látunk, hogy egyre többen halnak meg, köztük iskolás gyerekek, életerős sportolók, egyre többen betegszenek meg, és például robbanásszerűen szaporodnak a rákos megbetegedések. És akkor a gyerekekről, amit mondtam, felhívta nézőit arra, hogy próbáljanak tenni felelőtlen pánikban lévő szülők ellen, akik beoltatják ártatlan gyerekeiket ezekkel a mérgező szerekkel.
Még ha védőoltás lenne, akkor se lenne szüksége egyik gyereknek se erre, hiszen a gyerekek nem betegszenek meg a koronavírustól, és nem terjesztik azt. És akkor se hatna semmit az ország lakosságának az egészségére, hogyha minden gyereket beoltanak. Ez egy vágóhíd, ahova a gyerekeket viszik, ezek a birka szülők, akik arra sem értók, hogy a gyerekeket felneveljék, mert nem tájékozódnak. Hát erősen fogalmaztam kétségtelen, de azt gondolom, hogy nem mondtam valótlan. Ez itt a már idézett Ioannidis professzor által publikált halálozási ráta 2020-ból, és itt láthatjuk az első pontban a 0-tól 19 éveseknek a halálozási veszélyeztetettségét. Ez 0,0270%. És ahogy mondtam, Ioannidis professzor a világ legidézettebb tudósa. Aztán ez a német vizsgálat, COVID-19 esetek kórházi kezelése korcsoportonként. Itt az 1-től 14 évesek megbetegedése, a kórházba kerülésének valószínűsége az alsó sor. Tehát ott van két vonal, ami alig látszik. Van egy 0-tól 4 éves vonal, és van egy 5-től 14 éves vonal. Az összes többi a magasabb korcsoportok. Tehát az, hogy valaki gyerekként kórházba kerüljön a COVID-betegség miatt, annak a valószínűsége kvázi nulla. A gyermekhalottak száma az RKI, vagyis a Robert Koch intézet, ő a német egyik fő állami hatóság, amelyik adatokat szolgáltatott, illetve szabályozta az egész COVID-dal kapcsolatos tevékenységet. Az evidencia, hogy egy tanuló COVID-ban való elhalálozása teljesen elhanyagolható 0-tól 19 éves korig, 60 felett, vagyis 0-tól 19 éves korig, ez 19 fő volt a vizsgáltak közül, és 60 felett pedig 81.432. Az arány tehát 0,00023 milyen százezret az arány, gyakorlatilag szintén nulla. Ez egy brémai iskolában zajlott vizsgálat. Két fázisa volt a vizsgálatnak. 2021 márciusa, tehát ez is előtte volt annak, amit én mondtam. Gyors teszt, majd PCR teszt. A 32.500 gyerek és 7.600 felnőtt, vagyis pedagógus vizsgáltak. Az eredmény az volt az első körben, hogy 0,34%-nak volt pozitív a gyors tesztje. És 0,3%-nak a tanárok közül. Tehát az első a gyerekek, a második a tanárok közül. De ebből a PCR teszttel, amint egyébként azt én több helyen elmondom, a PCR tesztet sem tartom hitelesnek, de ennek ellenére ebben a vizsgálatban ezt tették hitelesítőnek, 12,5% igazolt ebből a gyors tesztből a PCR teszt segítségével. Tehát 0,34% a gyerekek között, és annak a 12,5%-a lett valójában pozitív 2021 márciusában. A gyors teszt legalább 8-szor nagyobb arányban mutat hamis pozitív eredmény, mint a PCR teszt. Ezért szinte biztos, hogy nagyszámú hamis pozitív eredmény kaptak az iskolákban a tesztek segítségével. Ezt azért mondom, mert nagyon sok iskolában szándékosan tesztelték a gyerekeket. Összesen 15 személy, és ebből mennyi a hamis pozitív gyerek az, akit találtak a végén. A gyermekek nem játszanak jelentős szerepet a fertőzés előfordulásában és továbbvitelében. Ennek a vizsgálatnak is ez az eredménye. A gyerekek továbbadásban játszott szerepét még egy müncheni Ludwig Maximilian University, tehát ez a német Ludwig Maximilian Egyetemen zajlott vizsgálat, és ott is azt találták, hogy iskolások nem játszanak szerepet a többi korcsoport fertőzésében, függetlenül attól, hogy homeschool vagy jelenléti tanításról van ez szó. Tehát akár otthon tanult, akár az iskolában volt, ő nem adta tovább a betegséget.
És ugye már a gyerek sokkal inkább sérül, ezt mondtam, hogy egy vágóhíd, ahova a gyerekeket viszik. Erre való ez a vizsgálat, hogy mRNA-s oltás megváltoztatja az immunrendszer működését. Itt azt találták, hogy az egészséges gyerekeknél az immunrendszer viselkedését elemezték mRNA-s vakcinákkal történő oltás előtt és után, hogy változik-e az immunrendszer általános konfigurációja az oltás hatására. És igen, hogyan? Az eredmény az, hogy komoly változások következnek be az immunrendszer, és ezáltal a baktériumok és a vírusok elleni védekezés egy hónapon belül gyorsan csökken. Középtávon a SARS-CoV-2-vel szembeni tolerancia alakul ki, és ezáltal a védekezés is csökken, és a vírusokkal szembeni immunitás még 6 hónap után is jelentősen lecsökken. Tehát ezt gyerekek gyakorlatilag a oltás miatt egy csökkent ellenálló képességű beteg emberré válnak. A gyerekek 700-tól 1600%-os halálozási növekedése, mióta az EMA engedélyezte a gyerekoltásokat. Itt látjuk ezt a grafikont, ez angliai adatokon alapul. Tehát itt a legfelső grafikon az, ami mutatja, hogy hogyan emelkedik 0-tól 14 évesek oltás, tehát 2021 és 22, és a legfelső az a 22. Tehát, hogy rohamosan emelkedik a gyerek halottak száma, mióta bevezették az oltásokat. És hát ugye nincs oltás általi nyáimmunitás, tehát ez is egy ilyen téves propaganda volt. Hiába oltják be akármennyit, mindig ugye az volt a narratíva, hogy még ennyit kell beoltani, és akkor már kialakul az immunitás, nem alakul ki. Minden gyereket beoltottak volna, akkor se érne el nyáimmunitást, akkor se védtek volna, meg egyetlen felnőttet se. Ez inkább úgy tűnik, mint egy lelketlen gazdaságügyük. Itt is ugye 159 gyerek halt meg, 1,2 ezeren rokkantak, 14.500-an kórházba kerültek, ez van az amerikai adatbázisban. És ahogy úgy mondtam, az URF-et, tehát ezt az alul jelentési faktort, ez 1-10%, tehát ennek a 10-szeresét legalább lehet venni. Igen, ez volt a gyerek pont. És az oltás egy génterápia, helyesebben génmanipuláció. Azt mondtam, hogy nem védőoltás, hanem kísérleti génterápiás szer. Itt a Pfizer képviselője az Ausztrál Parlamentben magyarázza a génkezelés engedélyezését. Az oltás, ez a mód RNS, ugye most már tudjuk, hogy nem mRNS-ről van szó, hanem mód RNS-ről, vagyis hogy a természetben nem fordul elő az az RNS, amit beadnak az oltásban. Saját DNS-be plazmiddá válik, és ott végtelen gyára alakul. Ezen túl génszennyeződések is vannak az oltásban, ez is most derült ki az elmúlt hetekben, és mérgező szennyeződések. Renick szenátor, ausztrál parlamenti képviselő tisztázza, hogy a Pfizer vakcinák géntechnológiai eljárások, melyeket más országban állítottak elő, így az ottani szabályok értelmében a helyi hatóságok nem is kell vizsgálják annak toxicitását, tehát mérgező hatását. Minden esetre egyértelműen a Pfizer képviselő kommunikációja azt mutatja, hogy ők elismerik a génterápiát. És hát ugye a védőoltás pedig erre visszatérő. Has a document here from their own website. It says... I will not circulate it, so... Yeah, I can do that. Gene therapies are a delicate intentional process encapsulating the desired gene. Manufacturing gene therapies is challenging and it requires certain steps, including transfection. That is on Pfizer's own website. I'm happy to table that. I shall have to read my own, I'm sorry. And then I have also from the website the American Society of Gene and Cell Therapy. Because the vaccine, it's referring to the COVID mRNA vaccine, introduces new genetic material into cells for a short period of time to induce antibodies, it is a gene therapy as defined by the American Society of Gene and Cell Therapy. And then the TGA's own Pfizer non-clinical report, page 19, says the proposed commercial scale manufacturing process includes use of linearized plasmid DNA template for mRNA production. So we've now got Pfizer themselves who admit that the mRNA vaccines for gene therapy, the American Society of Gene and Cell Therapy admits the mRNA vaccines for gene therapy,
and we got the TGI themselves and made the DNA was used in the manufacturing process. Why wasn't the actual mRNA vaccine tested for genotoxicity, and why didn't the Office of Genetic OTG Therapeutics look at it in terms of a gene technology? Hát igen, most itt megint nem játszott le egy részt, pont a Pfizer képviselő, amikor elmondja ezeket, de mindegy, nem megyek tovább. Hát a Pfizer képviselője tulajdonképpen megmagyarázza, hogy azért nem engedélyezték és azért nem vizsgálták a géntechnológiának Ausztráliában a következményeit, mert nem abban az országban állították elő. És hogyha nem, és az a jogszabály, hogyha nem ott állítják elő, akkor az nem vizsgálandó. Tehát tulajdonképpen elismerte, hogy géntechnológia, de azért nem vizsgáltatta ő be, mert a jogszabályok szerint neki nem volt kötelessége Ausztráliában ezt bevizsgálni. Ami pedig itt látszik, ez egy kiadvány, amelyet azokból a dokumentumokból állítottak össze. Texasi bíróság beperelték a Pfizert, hogy hozza nyilvánosságra a vizsgálati adatokat. És ezt a pert megnyerték. Több mint 300 ezer dokumentumnak a nyilvánossá tételére kötelezte a Pfizert és az FDA-t a texasi bíróság, és belement abba, hogy részenként csöpögtetve adják ki, havonta vagy két havonta, nem tudom pontosan. Minden esetre az első 55 ezer oldalra rástartolt 3500 tudós a világon, és ők abból ennek a Naomi Wolf nevű amerikai újságíró személyiségnek a vezetésével összerakták ezt a dokumentumot, dokumentumgyűjteményt, amelyből sok minden kiderül, és ezt a dokumentumot egyébként szintén már elküldtük a tisztelt bíróságnak digitális formában, de elhoztam könyvként is. 300 ezer dokumentum, ezt elmondtam. 95%-os hatékonyságról beszéltek, amit mindössze 170 személyen teszteltek. Habár 40 ezer résztvevőjük volt a kísérletben. Tehát összesen 170 személyen végeztek vizsgálatot, és abból azt mondták, hogy 95%-os a hatékonyság. Hogy hogyan mondták ki ezt a 95%-ot, arról is mindjárt fogok majd még beszélni. Ennyire kevés személyen végezni hatékonysági vizsgálatot ahhoz képest, hogy milliárdokon alkalmazták utána ezt a szert, teljesen alkalmatlan méret. Hatékonyságot azon mérték, hogy hány kísérleti alanynak volt ellenanyaga a beadás után, és ez mindössze 54% volt. De ez még 50% alatt is lehetett, mivel a megfertőzöttek ellenanyag képződését nem vették figyelembe. Nem azt mérték tehát, hogy hány kísérleti alany nem kapta meg a betegséget, hanem azt, hogy mennyinek tudtak mérni valamilyen ellenanyagot, ami valamire jó, valameddig, de nem tudjuk mire. A beoltottak 20%-a COVID-19 beteg lett. Tehát akiket beoltottak, a Pfizer eredeti kísérletében annak a 20%-a maga COVID-os lett. A COVID-19 a harmadik leggyakoribb mellékhatás volt. 15% felett volt azon COVID esetek száma, akiket súlyosnak minősítettek. És ezek közül 200 COVID-19 minősítéssel meghalt. Ez volt a Pfizer kísérletem. És hogy a biztonságosságról szóljunk, ugye azt is azt mondták ebben az anyagban, hogy minden további nélkül lehet terheseket beoltani ez az anyaga. 270 terhes anya sérült az oltástól. Ebből csupán 32-t követtek. De a 32 közül 28, vagyis 87,5% gyereke meghalt. Tehát, ezt még egyszer kihangsúlyozom, 87,5% a Pfizer eredeti kísérletében meghalt. Elvetélt az anya. Az altatott, vagyis az oltott szoktató anyák gyerekeinél hányás, láz, kiütések, izgatottság, allergia, bénulás, csökkent tejelválasztás, mellfájdalom, migrén,
a tejszínének kékes-zöldre változása, ezek jelentek meg. Ezen aggasztó tünetek után a Pfizer hivataloknak, orvosi társaságoknak erősen ajánlotta a terhesek és toptató anyák mRNA-s oltásra való injekciózását, amit a magyar hatóságok és intézmények is szorgalmasan követnek, és ma is követik. Tehát itt láthatunk néhány idézetet, ahol a mai hivatalos weboldalakon fönt van az, hogy Covid-dal nyugodtan lehet oltani a terhesség alatt. Ez is egy másik ilyen oldal, egészségvonal címen. Rusvai doktor is ugye kismamák oltását is ajánlja, várandós kismamáknak is javasolja, hogy kérjék az influenza elleni oltást, elmondja, a vírus ugyan nem juthat be a magzatba, de a láz az nagyon magas, súlyos problémákat okozhat, és azt mondja, hogy az idei influenza elleni oltás már elérhető, és a Covid oltások felvételét is ugyancsak javasolja, különösen a rizikócsoportoknak, tehát a légúti allergiában szenvedőknek, keringési szívproblémákkal küzdőknek, valamint idős otthonok lakóinak. Hát ugye ez egy rendkívül súlyos merénylet véleményem szerint, hogy pont a legesendőbbeket oltják be egy mérgező anyaggal, amit nem tud átvészelni, és éppen ezért teljesen megkérdőjelezhető és mindenképpen megvitatandó téma. Eltitkolták, hogy az oltásra bekerült anyagok a véráramlással eljutnak az agyba. Tehát ez is ebben a dokumentumban van, a herékbe és a ováriumban is, és vég nélkül termelik a spike proteint. Az mRNA-s oltási részecskék átkerülnek egyik szeméből a másikba, a bőrkontaktussal, belégzéssel, szexuális úton is, testi folyadékokon keresztül is, azt okozva, hogy nem az oltottak környezeti expozíció révén hozzájutnak mégis az oltóanyaghoz. Tehát a Pfizer maga bejelentette, vagyis leírta már a dokumentumaiban, amit így ugye kiadatott a bíróság, amiből kiderül, hogy a Pfizer már maga tudta, hogy ezek az oltásokkal beoltottak, fertőzik egymást. Testváladékkal, légzéssel, kontaktussal, és így tovább. Más szavakkal a shedding, tehát ez a terjesztése az oltóanyagban lévő anyagoknak a saját dokumentumaik alapján igazolt. Hát ez az a dokumentum, amit majd hozok megtenni, hogy kiveszed ebből a hátisából, azt mondom, nem a másikból. Köszönöm szépen. Ez a legnagyobb. Az, igen. Ezt is kívesen mondodom a bíróságnak, a tanulmányozása kettő van belőle nekem. Végén majd akkor adod. Köszönöm, mert is említette még a orvosi tankönyvet. Igen, azt is ide készítettem. Igen, meg a szerződés. Igen. Még mindig ugye a oltásnál. Minden haláleset a Wires alapján láthatjuk, hogy ezt egy grafikusan ábrázoljuk, akkor 2020-ig szinte az alapvonalon haladnak az oltások által okozott halálesetek, és 2021-ben pedig ez a konfiguráció látható. És ez pedig a WHO-nak a statisztikája, ami a VigiAccess.org nevű weboldalon elérhető folyamatosan. Ezek az oltások soha nem látott mennyiségű, és az oltás mennyiséghez képest is aránytalanul sok mellékhatást és halálesetet mutatnak. Tehát láthatjuk, hogy mondjuk a csak akár közepesek, mondjuk a hepatitis B vakcina 1984 és 2021 között 104 ezer esetet okozott, és a Covid oltás a legalsó sor, az pedig 2.457 ezer esetet okozott egy év alatt. Tehát nem annyi év alatt, mint amit mondtam a hepatitisnél, hogy 84-től 2021-ig, az legalábbis ilyen 30-40 év, ugye? Igen, ez a következő, ez a Clevelandi tanulmány. Több mint 100 napon keresztül hasonlítottak össze oltatlan, illetve egyszer, kétszer, háromszor vagy háromnál többször oltott embereket a Covid-betegség
vonatkozásában. Tehát abban, amit az oltásnak lényegében meg kell akadályozni, és ezen a görbén a legalsó vonal az oltatlanok. A legkevesebb COVID-fertőzés az oltatlanoknál van. És lépcsőzetesen emelkedik. Tehát minden vonal egy oltással több. Hát a legalsó vonal a oltatlan, egy oltás, két oltás, három oltás, négy oltás. És ez azt jelenti, hogy a legkevesebb COVID fertőzés az oltatlanoknál van, lépcsőzetesen emelkedik, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, akkor több mint háromszor oltottaknál van a legmagasabb COVID fertőzési arány. Tehát ez pont az ellentéte annak, amit, mint ahogyan az oltásnak hatnia kéne. Ez az oltás óriási károkat okoz. Az oltáspárti orvosok most olyan módon próbálják menteni a mundér becsületét, hogy az oltások már létrejött betegségeket nem post-vakcina szindrómának, tehát oltás miatti létrejött betegségnek, hanem oltás mellékhatásnak, vagy nem oltás mellékhatásnak, hanem long covidnak, post-covidnak nevezik, holott nem a covid húzódik el, nem a covid miatt betegek, hanem az oltás miatt lesz úgymond covidjuk, valójában mérkőzésük. Tehát ez a dolog, ez fordítva van. Ennek a hivatkozása sajnos ebben a prezentációmban nem helyesen szerepel, de azt szeretném majd pótlólag megadni a tisztelt bíróságnak, megvan a helyes hivatkozás is, csak megváltoztatták a helyét a közleménynek. Túlhalálozás. Minden országban, ahol az oltást erőltették, túlhalálozás van. Nem a COVID betegségtől, hanem az oltástól. Ez egy 2021-22-es ábra, ami azt mutatja, hogy 53 ezer többlethalálozás van az Európai Unióban. Ez 16%-os növekedés, és ugye itt látjuk különböző színekkel a különböző országokban hogyan növekedett, hogyan van több halálozás. Ugye Magyarország is ott van, de az alsó régióban, tehát ilyen 4-5% volt akkor a halálozás. Hirtelen a legfittebb emberek, vagyis a sportolók, pilóták halnak meg, összeesnek és meghalnak. Ezt nem vizsgálja senki, és ez nincs rendben. Itt található, hogy 2000 sportoló halálának adata. Ugye ez nem tudomány, hanem hírek összeget összerakva, de rendkívül megdöbbentő, hogy ekkora. És most itt egy tegnap tettem ezt még bele, vagy tegnap előtt, ez a friss két héten belüli halálozás. Itt cselekvésképtelenné vált az American Airlines-nak a pilótája Párizsban, Franciaországban, Philadelphiában, Párizsból Philadelphiába repült volna, pilóta rombot kapott, összeesett a pilóta a fülkében. Aztán a Ryanair-nek egy hasonló esete november 26-án, aztán november 20-án az Air Transat-nak a járata Torontóból Kanadában, Dominikai Köztársaságban. Ott is cselekvőképtelenné vált a pilóta, és aztán 23. november 16-án pedig indiai pilóta halála. Most ezeket én figyelem, és azt tudom mondani, hogy minden héten egyre több van. Tehát, hogy sportolók halnak meg, és pilóták halnak meg, ami azelőtt teljesen szokatlan lett volna, nem, senki nem mondott ilyet. Sehol nem voltak ilyen hírek. Mérgező anyagokozó oltások van. Idegen DNS plazmid fragmentumok vannak benne, ezt most már biztosan igazoltan tudjuk. Fémszennyezések vannak benne, tudjuk, hogy PEG és grafén van benne. Az oltások extrém mérgezőek, az mRNA-s COVID-géninjekciók baktériális komponensekkel szennyezettek, a Pfizer és a Moderna géninjekciók bizonyítottan tartalmaznak baktériális DNS-eket, úgynevezett plazmidokat. Ez, tehát a génszekvencia az nem föltétlenül épült a sejt magba, hanem a plazmában megmarad, és akkor plazmidoknak nevezik, de ugyanúgy működik, ugyanúgy termel rossz fehérjét, ami mérgez. Kevin McKernan vizsgálataiból, aki a Science Officer of Medicinal Genomics vezetője, elismert kutató DNS szekvenálási technológia területén 2023 elején bevizsgálta és szekvenálta, tehát megállapította a sorrendjét az mRNA-s alapú COVID elleni oltóanyagoknak, és az észrevételeit elmondta
egy amerikai szenátusban. Plazmidok, bakteriális DNS-ek, ezek szerepe baktériumok közötti információcsere. Az EMA annak tudatában adta meg a feltételes engedélyt a géninjekciókra. Tehát az Európai Gyógyszerügyi Hivatal annak tudatában adta meg az engedélyt, hogy a Pfizer dokumentumok szerint a vakcinákban található genetikai anyagok szekvenálása nem történt meg. Senki nem tisztázta, hogy pontosan milyen genetikai anyagok vannak még jelen, és ezek lehetséges hatásai sem. Kevin McKernan-féle vizsgálás során végre megtörtént a géninjekció szekvenálása. De ezt utána megismételték többen. Az eredmény elrettentő, hatalmas mennyiségű DNS található géninjekciókban. Modernában 1:3000-hez DNS, az mRNA-s arány, DNS és az mRNA-s arány, a Pfizerben 1:350-hez az arány. Egy újabb kísérlettel megállapítás nyert, hogy a visszamaradt DNS-ek épek és működőképesek. Az eredmények azt mutatják, hogy a Pfizer géninjekció a megengedett DNS mennyiség százszorosát tartalmazza, ami dózisonként több billió DNS molekulát jelent. A bivalens Pfizer géninjekciók esetében az oltóanyag DNS tartalma elérheti akár a 35%-ot is. A probléma az, hogy az emberi szervezetben található baktériumok képesek sokszorosítani ezeket a DNS-eket, és az emberi sejtek minden bizonnyal felveszik őket, így aztán ezek a tüskefehérje termelést indítják el, sőt azt sem kizárt, hogy beépülnek a DNS-ben. De nem csak ő, hanem egy másik tudós, Philip Buchholz elvégezte a kísérletet, dél-karolinai szenátusban számolt be a vizsgálatairól, és ő is azt találta, hogy az oltóanyagok DNS szennyeződéseket tartalmaznak minden megengedett határérték felett. Erről is van videó. A harmadik Németországban Jürgen Kirchner immunológus elmondja, hogy professzor dr. König vezetésével, aki a Magdeburgi Molecular Detection Laboratórium vezetője, vizsgálták be a BioNTech 5 különböző batchból, tehát sorozatából származó oltóanyagot, és azt találták, amit előtte többen megírtak már, hogy a sorozatok mindegyike DNS-sel nagyon szennyezett, méghozzá 83-354-szeres az EMA által megengedett határérték felett. 83 és 354-szer annyi, mint amit az EMA megenged. És benne van a szimián vírus is. A szimián vírus SV40 daganatot okozó vírus szekvencia, melyet engedélyezéskor nem azonosítottak a gyógyszergyártók, viszont a Health Canada, mint hatóság már észlelte, hogy a Pfizer elhallgatta a szimián vírust, hogy benne van. A glioblastoma multiformét, a non-Hodgkin kort és oszteoszarkomát, ezek súlyos hematológiai betegségek és idegrendszeri betegségek, ezeket tudja okozni ez az SV40, és ez benne van az oltóanyagban, és ezt most már igazolták. U mevrouw Small, heb ik de volgende vraag, waar ik een duidelijk antwoord op wil. And I will speak in English, so there are no misunderstandings. Ez a képviselő megkérdezi a Pfizer képviselő. The Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market. If not, tehát még egyszer az a kérdése, hogy... Please say it clearly. If yet, are you willing to share the data azt kérdezi, with this committee? Hogy mielőtt forgalomba hozták volna, megcsinálták-e azt a vizsgálatot, ami igazolja, hogy a Pfizer injekció akadályozza a vírus terjedését. És most itt. And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunization before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Hát nem volt a válasz, ami azt jelenti, hogy nem csináltak ilyen vizsgálatot. Úgy hozták forgalomba, hogy nem is volt igazolva, hogy az átvitelt csökkenti, vagy elkerülhetővé teszi. És akkor most egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami az én belső megfontolásom. Azt mondtam, ugye, hogy arra buzdított a videó az időt, hogy mondjanak nemet ezekre az intézkedésekre. Álljanak mögéjük, hogy vége legyen
ennek az egésznek tüntetéseken való részvétele hívta fel őket, illetve kérte, hogy minél több ember szemügyések fel. Ennek a motivációja számomra az orvosi etika. Az etika, ami azt mondja, hogy csak is az emberek élete szabad, hogy a cél legyen. Évezredes hagyományokon alapul az etikai kódex, nem függhet aktuális politikai gazdasági irányzatoktól, az egyén pillanatnyi érdekeitől. Kívánatos, hogy az orvos megfeleljen az általános etikai normáknak, és ez képes legyen egész életébe gyakorolni. Ha a jog az évezredes orvosi etikával ütközik, akkor számomra az etika a magasabb rendű. És ott ugye etikai normák maradandó általános emberi erkölcsi értékekről van szó. Az orvosi hivatás alapvető törvénye az emberi élet tisztelete. Ja, és azt elmondanám, hogy ez itt az etikai kódexnek a kimásolása, tehát ez felelhető a MOK honlapján, mint elérhető etikai kódex. Tehát az emberi élet tisztelete és védelme. És ebben esett sorban. Tehát a beteg jóléte mindenek előtt, ezt az elvet sem a társadalmi, sem politikai nyomás, sem az adminisztrációs kötelezettségek, sem kereskedelmi érdekek nem sérthetik. Az önrendelkezését, a beteg önrendelkezési jogát, kiszolgáltatottság mindenképpen figyelembe kell venni. Az orvosok személyes véleményüket, így különösen világnézetüket, vallási, filozófiai, politikai nézeteiket nem kényszeríthetik a betegre, annak ellátását nem tehetik semmilyen értelemben sem ezektől függővé. Tehát én számomra WHO-ban hinni például az egy vallás, egy vallási politikai nézet. A WHO véleménye nem hiteles, nem szakemberek irányítják, finanszírozó magánérdekek szerint formálja a módszertani instrukcióit. Az orvos nem élhet vissza a betege kiszolgáltatott helyzetével, nem sértheti emberi méltóságát, feltétlenül el kell kerülni a beteg tárgyiasulását, amelynek következményeként esetté kutatás tárgyává válik, és sorszámmá. Egyenlő bánásmódot kell kapjon a beteg, el kell kerülnie minden diszkriminációt, ugye? Az oltatlanokat mélyen sértően diszkriminálták, kizárták őket a szociális terekből, nem engedték dolgozni, nem látták el az egészségügyi intézményekben, megszégyenítették őket, számtalan betegem igazolta ezt, és panaszolta, nem tudtak hova menni. Az idő igazolta, az oltatlanok túléltek, az oltatlanok kevésbé betegek, az oltatlanok jobb egészségi állapotban vannak, mint az oltottak. Ez ellen kellett felemenni a szavam. A megértett tájékoztatásról is beszél az etikai kódex, ami azt jelenti, hogy úgy kell elmondani az alkalmazandó gyógymódnak a hatását, az orvos úgy kell elmondja a beteg számára, hogy az megértse. Megértse, hogy mit kockáztat, mit ér el vele, vállalja így. Egy megértett tájékoztatás nem fér össze a tömeges oltásokkal. Legalább 20-30 perc kell legyen egy megértett tájékoztatás. Tehát nem lehet egy fecnit aláíratni, és 2 percenként valakit behívni és alá, és beoltani. El kellett volna mondania, hogy meghalhatnak tőle, sokkal több a halott, mint eddig bármi más oltástól volt. Ezt el kellett volna mondani. Nem tartják számon a mellékhatásokat, így nem tudjuk pontos számokat. Tehát ezt is el kell mondani a betegnek, hogy nem tudjuk azt se, hogy hányan haltak meg tőle. Ez egy kísérleti szer, ezt is el kellett volna mondani, amelytől meg lehet halni, semmilyen adat nem bizonyítja, hogy bármit is segített volna egy járvány megelőzésében. Ezeket az információkat mind el kellett volna mondani. Tehát véleményem szerint nagyon nagy probléma volt a tájékoztatással. És van egy gyógyszerral fejezete az etikai kódexnek, fel kell világosítani a gyógyszer mindenféle hatásáról, mellékhatásáról, hatásosságáról, hatástalanságáról, és etikai vétség a nyilvánosság számára kísérleti stádiumban lévő szerekkel kapcsolatos minden nemű tájékoztatás, különösen, ha ezzel bizonyos betegségek gyógyításának illúzióját lehet kelteni. Tehát azt kell mondjam, hogy az orvos celebek, akik nyilatkozgattak mindenfelé a médiában, folyamatosan etikai vétséget követtek el, mert egy kísérleti szer propagáltak.
nem csak hogy azt mondták, hogy ez ártalmatlan, vagy bármi ilyesmi, hanem hogy oltassa be magát egy kísérleti szerrel. A gyógyszerrel kapcsolatos tájékoztatás során nem lehet ismert személyekre, testületekre befolyásolási céllal hivatkozni. Tehát például a WHO-ra. És van egy kutatási fejezet, mert ez egy nyilvános, nagy közönséget érintő kutatás volt, amit teljesen szabálytalanul végeztek. Az orvos felelős a részlegő személyekért és a vizsgálatok kifogástalan szakmai feltételeiért, emberen csak olyan kutatás végezhető, amelynek fontossága arányos a elkerülhetetlen kockázattal, alapelvileg ember érdeke mindig előbbre való a tudományt használnám. Tehát itt egy olyan kutatás folyt, ahol csak a gyógyszergyár jut hozzá az információkhoz, az adatokhoz. Se az állam, se az orvos nem tudott semmit arról, hogy melyik ampulában mi van. Van-e benne placebo, vagy van benne valami, vagy egy másfajta dózisban van benne. Ezeket az információkat nem tudjuk a mai napig. Csak olyan kutatásokból van sejtésünk, aminek az az értéke, hogy bemutatta, hogy különböző mértékben károsodnak a betegek. Az eljárás a résztvevőket veszélyezteti, vagy eredménytelen, abba kell hagyni. Ha a beteg visszautasítja a kutatásba való részvételt, ez rá nem járhat semmilyen hátrányos megkülönböztetéssel további kezelés során. Ez az etikai kódexnek a megjelölt fejezetése. Ezek mind szó szerint idézettek. A fejezetés, igen, azt láttam, hogy a gyógyszer alapfejezet és a kutatási fejezet az etikai kódexen belül. Igen, így van. Második vádpont, most visszaugrom, hogy ennek mondtam, nem sorban mondtam. Újabban pedig a megnövekedett halálozás már az oltásoknak nevezhető mérgező injekcióktól van. Nem annyian haltak meg, amit a harsognak, hanem csupán annak töredéke, mert csaló módon számolják az eseteket, hogy megfélemlítsenek mindenkit. Bocsánat. Félelemkeltés. Ugye a csaló módon megfélemlítsenek mindenkit. A járványról szóló média meglehetősen szakszerűtlen volt. Kérdés, hogy mennyire tudatosan. Növelte a félelmet és a pánikot a lakosságban. És emiatt a lakosság százszorosan túlbecsülte a koronavírus halálozást. Ez egy publikáció, amit itt a bal oldalon látnak, ott meg lehet találni. Egyes médiumok még manipulatív képeket és videókat is használtak a helyzet dramatizálására, például olasz Bergámóban felvett felvételt fogadották a New York-i események szemléltetésére. De ugye teherautókkal úgymond hordták a koporsókat, mert annyi halott van, és így tovább. Hát ez sajnos most itt nincsen benne, erre majd szeretnék kérni egy engedélyt, hogy ennek a dokumentumát beküldhessem. Tömegpszichózis, lelki manipuláció, érzelmek eltakarása, valamennyi kényszerítés elfogadása, ezt tudják elérni a maszkokkal. És véleményem szerint teljesen értelmetlen, a kötelezése félelmet keltett. És ez a félelemkeltés, ugye itt most arról van szó, félelemkeltésről. És ugye a következő mantrák is ezt a félelmet fokozták. A vírus legyőzhetetlen, maradj otthon, hordj maszkot. Csak az oltás oldja meg, amely biztonságos és hatékony. Nem az oltásnak van mellékhatása, hanem a Covid okozza a tüneteket. A kismamák is oltassák be magukat, mert koronavírus fertőzés nagy veszély a gyerekre nézve. Ezek mind nem igazak, tehát semmi nem igazolja ezeket, ez csak propaganda szöveg. Laposítsuk el a görbét. Semmi értelme nem volt a görbe ellaposításának ugyanis. Vigyázzunk egymásra, vagyis aki nem követi a propagandát, az megöli a nagymamáját. Tehát körülbelül ez volt az üzenete, hogy ha nem oltatod be magad, ha nem hordasz maszkot, ha nem követed az utasítást, akkor felelős vagy a nagymamád haláláért. Ez a gyerekekben egy rendkívüli bűnösség érzést keltett és egy konfúziót. El kell érni a nyári immunitást. Már ilyen nem is volt. És akkor itt vannak a képek, bocsánat, akkor mégiscsak betettem. Tehát ez a, például a jobboldali, ezek a koporsók, hogy látjuk a jobboldali, hogy Bergámóban hogy sorakoznak a koporsók a Covid halottaknál, ez 2020, és ugye utólag aztán a ügyes
kutatók ugye kikutatták, hogy ugyanezeket a képeket korábban, nem tudom hány évvel korábban, talán 7 évvel korábban a lampedúzai hajókatasztrófánál használták. Tehát ezek nem a Covid halottakat szemléltették, hanem csaló módon egy korábbi hírhez kapcsolták. Ugyanez vonatkozik ezekre a teherautókra, amit senki nem tud, hogy mi volt bennük. Néhány koporsót mutattak, hogy fölnyitották, de hogy abban volt-e halott, vagy mi volt. Tehát ez egy videó hatáskeltés trükk, amit végeztek. Maga a vészhelyzet kihirdetése is félelmet kelt. Ugye ezt a WHO jogot formál arra, hogy ő kihirdessen vészhelyzetet, és a 2009-es H1N1 influenza járvány idején a WHO először kihirdette a nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetet. De nagyon komoly kritikát kapott a WHO, mert szította a lakosság félelmét. Valójában teljesen indokolatlan volt már az is, és ugye tudjuk utólag, hogy nagyon sok mindent akkor akartak már megcsinálni ebből, ami most megvalósult. Én magam is masszívan tiltakoztam akkor is. Akkor ugye a Falus Ferenc volt a hazai megmondó ember és a irányítója ennek a oltáskampánynak, aki sajnos azóta most meghalt, kérdés, hogy mivel volt oltva. Ausztrália túlhalálozása. Minden korcsoportban tartósan 12-17%-kal a háború óta nem látott mértékben növekedett a halálozás. Egy 4%-os felmérést csináltak ausztrál kutatók. Ennek a PDF változatát már beküldtük a tisztelt bíróságnak, ennek a 400 oldalas jelentésnek. Ez az összefoglaló grafikonja, ami mutatja azt, hogy horror mértékben növekedett a túlhalálozás minden időszakban, minden életkorban. Ez az a tanulmány, ami 400 oldalas. A déli félteke országainak túlhalálozása. Egy 180 oldalas jelentés, mindegyik országban az oltások számával arányosan növekedett, az úgynevezett ACM, All Cause Mortality. Ezek az országok itt a jobb oldali térképen látszik, ezeket vizsgálták. És az angliai adatok, ami hát mindenütt azt mutatják, hogy extrém módon megnövekedett, tehát itt ugye a nem oltott a zöld, egyszer oltott és a négyszer oltottak halálozási aránya Covid betegség kapcsán. Hányszor többen halnak meg a 18-39 éves tinédzserek és fiatal felnőttek, a négyszer oltottak, mint a nem oltottak. Tehát itt pedig azt látjuk, hogy minden hónapban 200-300 százalékkal több ilyen korú fiatal felnőtt hal meg, és gyerek, vagy hát fiatal tinédzser hal meg azok között, akik megkapták az oltásukat négyszer. A vetélések száma és az influenza oltások összehasonlítása, a Covid oltás és az influenza. Tehát a baloldali a influenza oltás és a jobboldali a Covid oltás miatti vetélések száma. Ugye azt mondtam, hogy nem annyian haltak meg, amit hasonlnak, hanem csupán annak töredéke, mert csaló módon számolják az eseteket, hogy megfélemlítsenek. Tehát nem csak Magyarország, itt a Müller Ceciliának egy másik videója következik, nem csak Magyarország kezeli úgy, hanem valamennyi ország, hogy nem azt a számot mondják, mint amennyi Covid halott van, hanem mindenkit, akinél Covid pozitív tesztet csináltak. Tehát ha autóbalesetben halt meg, akkor is Covid halott, és így aztán, és mivel kumulált módon számolták az eseteket, tehát hogy minden nap hozzáadták az előző napihoz, ezért rendkívül magas számokat kaptak. Hogy Magyarország úgy kezeli például az elmúltakat, hogy bármit is lenne, bármit is jelöl meg a halottként a halál okául, hogyha valamikor felhúzódott és igazolt koronavírusos laboratóriumi tesztje van, akkor őt koronavírusos elmúltnak tekintjük. Attól függetlenül, hogy a valódi betegség, illetve a halál oka mi volt.
harmadik vádpontban azt mondtam, hogy háború folyik az emberiség ellen, mindenkit meg akarnak ölni félelemmel, oltásokkal, hibás kezelési protokollokkal, hatékony megelőzés tiltásával, lezárásokkal, a valóban betegek orvosi és egészségügyi ellátásának ellehetetlenítésével, gazdaság tönkretételével és azokkal a jogszabályokkal, amelyeket ennek a háborúnak részeként tudatosan hoztak meg, személyiségi jogaink, emberi méltóságunk sárba tiprása céljából, minden tudományos logika nélkülözésével. És akkor itt miniszterelnök úrnak egy rövid bejátszása. Nyilván tudta, hogy miért, mit miért mond. Ő neki kell ugye politikailag navigálnia azt, ami történik, és hát ebből néha elcsöpögtet egy. Harcunk azért lett fontos a nyugati világ számára, mert kiderült, nem csak Magyarországot támadták meg, hanem a szabad világ minden nemzetét. Ma más feladatom van. Ma egy inkubátor program vezetőjeként jelentem önöknek, hogy mindannyian támadás alatt állunk, Európában épp úgy, mint Amerikában. Azt is jelentenem kell önöknek, hogy a támadás nem gazdasági természetű. Egy biológiai fegyverrel van dolgunk. Egy vírus támadást indítottak ellenünk. Ezt a vírust a progresszív liberális laboratóriumokban fejlesztették ki. Ma már látjuk, hogy ez a vírus nem kiszökött, ezt kitenyésztették, szaporítják és terjesztik az egész világon. Egy másik politikus Megnyilvánulni bizony, vezető to pamätáte, a teraz citujem, že každý nezaočkovaný by mal kvíliť od bolesti ako prasa. Ba treba aj použiť silu, aby niekto odmieta politiku víry. A dnes sa ukazuje, že náš svobodný pohľad na očkovanie a opatrenia vlády boji proti covidu hrubo porušujúce ľudské práva bol správny a opodstatnený. Jedna štúdia za druhou potvrdzujú škandalózne dôsledky masívneho očkovania nepreskúšanými experimentálnymi vakcínami. Áno, potvrdzujem ako predseda strany a potvrdzujem to aj ako predseda vlády, že podporím úsilie niektorých politikov novej vládnej koalície politicky zhodnotiť, čo to tu vláda v rokoch 2020 až 2021 vystrájala a pozrieť sa aj na finančnú stránku plošných, často úplne nezmyselných nákupov zdravotníckych pomôcok a vakcín. Rovnako veľmi jasne prehlasujem, že Smer Slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov pri riadení boja proti pandémii. Poviem to, že takýto nezmysel môžu vymyslieť len nenažraté farmaceutické firmy, ktoré začali vnímať odpor niektorých vlád proti povinnej vakcinácii. Podľa ústavy Slovenskej republiky sa na platnosť takýchto medzinárodných dohôd prospech Svetovej zdravotníckej organizácie vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. A ja neverím, že suverénne slovenské politické strany takýmto súhlas vyslovia. Hát én ehhez csak azt tudom mondani, hogy hogy nagyon remélem, hogy a miniszterelnök úrnak az összefogása ezzel a újonnan hivatalba lépett szlovák politikussal, ez oda tudja vezetni a dolgokat, hogy bocsánat, hogy nem hívják ezt a hárvi szerződést, és hogy valamiféle kiutat tud találni ebből a kártyúból, amiben a világot belevezették, és a magyarságot belevezették. Azt mondtam ugye, hogy a háború folyik az emberiség ellen, mindenkit meg akarnak ölni. A világ leggazdagabb néhány ezer emberéből álló elit manapság már nem titkos társaságokban működik, hanem nyíltan elmondja terveit. Egyik ilyen nyilvános intézménye Szulcsővel, a WEF, vagyis a Világgazdasági Fórum. Ennek a globalista elitnek
az a terve, hogy az új világrend, amely a lakosság létszámát a mai töredékére akarja lecsökkenteni, 500-tól 2000 millió közöttére teszik, maradék emberiséget szabadságjogaitól teljesen meg kívánja fosztani. Ez már-már nem összeesküvés, hanem a társadalmi közbeszéd része. És akkor itt egy olyan videó bejátszás jön, ahol először a georgiai Guidestone-kövekről van egy pici rész, aztán ugye ez egy rejtélyes intelmeket tartalmaz, rejtélyes építés és lerombolása is. Ugye 1980-ban építették, és 2022-ben hirtelen felrobbantotta valaki. Léte összefügghet azzal a filozófiával és csoportosulással, amely a Covid-cirkusz szabadította ránk. Ennek nagyon sok irodalma van, ezzel nem szeretnék itt előhozakodni. Bill Gates viszont ismert, talán a bíróság számára is, WHO egészségügyi világszervezet többségi finanszírozója, a Bill Melinda Gates alapítványon és a Gavin, tehát ez a gyógyszeripari lobby vagy érdekszövetségen keresztül. Ő neki van egy rövid bejátszása, David Meadows, a világgazdasági forum tudományos vezetője és a Római Klub tagja. Korábban ő a Római Klubnak a vezetője volt, és a Yuval Noah Harari, ez a Klaus Schwab nevű világgazdasági fórum vezetőjének asszisztense, és ők beszélnek erről a mindenkit meg akarnak ölni dologról. Ezt a Georgia állambeli Elbert megyében van, és 10 irányelv közül az első irányelv, hogy 500 millió alá kell csökkenteni. First we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Don't we are so far above. Tehát azt mondta, hogy 10-15%-kal lecsökkentjük, ha jó munkát végzünk az oldalásokban. Nem, egy ilyen civilizált módon szeretné ezt a nyilvesség csökkentést. És ott ő az eszmei szerzője, az egyik eszmei szerzője. Nem erőszakkal, hanem valami. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. Keep them happy with drugs and computer games. Hát ő meg szintén ugye ezt vallja, hogy le kell csökkenteni a létszámot, hát a maradékot azt meg droggal, meg számítógépes játékokkal kellene kábítani, akkor talán van valami hasznunk. Hogy? Marosítunk még egyszer. Igen? Nem, 12 óra van szeretnék haladni, igen. És nem tudom, hogy meddig tart még a felszólalás, lassan születhet még. Jó, igyekszem. A lélegeztetőgépek, ugye köztudomásul nagyon sok kórházi szakember ma már elmondja, hogy a lélegeztető gépek azok rendkívüli módon megnövelték a halálozást, tehát kvázi a Covid-nak nyilvánított betegek kivégzésére volt alkalmas. 80-90%-os, magyar újság is megjelentetett ilyen cikket, hogy van olyan kórház, ahol 80-90%-a meghalt a lélegeztető gépekre rakottaknak. Az ápolónő azt állítja, hogy gyilkolják a betegeket lélegeztető gépekkel. Ő szándékos gyilkos. Okay, so if you look close, I'm in my patient's shirt. I am pulling up like their laboratory results. So if you look here, you'll see COVID-19 bioreference lab. Here are the test results. As you can see, 5-1-2020, 17-16, not detected. They test for a second time, 5-4-2020, at 1759, not detected. So both of those are negative. Scroll up to the top. This is my patient. They are on a vent and they are being called COVID-19 confirmed. COVID-nak írja le, annak előleg nem volt COVID.
the couple. But, so what happens? People come in, like this 37-year-old, and what was he complaining of, or what was going respiratory on? Respiratory distress. He didn't have COVID either. He did not have COVID. And how do we know that? I took care of him. I have the same type of results from his chart as I do with my other patient. We would like the baby for intubation who is fine on the air breather. And then we intubated, and then he had me home, and now he's 37 years old or dead. That's what I'm seeing, like all these negative tests, and they're putting them on these vents. Hopeful that they'll get it. They're being put on these COVID floors. It's murder. It straight up is. It is setting these people up for failure based on money. Nekérem a bíróságot ettől a tisztelőbíróságot ettől a második bejegyzéstől. Ugyanezt mondja el máshol, egy német kórházban. Én nekem nagyon sok barátom, ismerősöm van, mert kórházatban, és tudom, hogy sajnos a magyar kórházatban is ugyanígy zajlottak a dolgok. Elzárva, elveszik a telefonját, bekerül oda, csak ilyen szkafander ruhába kerül be a kerül oda bárki. Kedves egészségem. És ezek a betegek félnek, leépülnek, szokvány náthát elkapnak, és rögtön fölteszik őket a lélegeztetőgépre. Korgonsznok elmondja számomra, hogy mindegyik tüdőödémával hal meg. Tehát ez a súlyos sérülés, amit a lélegeztetőgép okoz, és ráadásul nem tudják megfelelően használni, ez egyszerűen kivégzi a pácienst. Olyan részhez érünk, ahol tudunk szünetet tartani? Igen, hogy mert úgy értem, hogy akkor egy új pont jönne a vádiratban, hogy 12 óra van, itt tartunk egy fél óra szünetet, és annyit kérdeznék, hogy körülbelül mennyi az, ami még hát van, ott alul az a pulzor, az a most alul ezt a csíkot nézve, az egyharmada van vissza. Tehát akkor még egy másfél óra körülbelül a nem tudom számolni az időt, hogy elvesztettem az idejézekemet. Jó, mert hogy fél tízkor kezdtük, most dél van, tehát egy két és fél óra volt eddig körülbelül, akkor jó, akkor most szünet, fél egykor itt találkozunk a tárgyalóterembe, és mielőtt elmennék szünetre, azt szeretnék kérdezni, hogy több olyan idegen nyelvű forrás megjelent, ami angol, illetve német nyelvű, meg volt ugye valami keresztáll eredeti is. Ezek közül melyik az a nyelv, amit úgy beszél, vagy amelyen úgy olvas, hogy azt a szakirodalom követelményeinek megfelelően is tudja értelmezni? Németül beszélek legjobban, angol is probléma nélkül olvasom, és az olasz is tudom, a szakirodalmat tudom olvasni. Tehát ez az orvosi jogi, orvosi igen. Szövegekre igen. Is vonatkozik ez a három nyelv? Abszolút, igen. Jó. Köszönöm. Akkor most szület, és akkor fél egykorig találkozunk. Igen. Tehát a következő dián arról beszélek, hogy nem használtak hatékony gyógymódokat, vagy nem megfelelőket. Ugye közismert az irodalomból, hogy vannak nagyon fontos tényezők, amelyek a úgynevezett COVID-betegséget visszaszoríthatták volna. Ilyen például a D-vitamin, amelyről mindjárt mutatok majd közleményt, amit maga Merkeli Béla jegyzett, vagy a hidroxiklorokin, amiről ugye a járvány elején hallhattuk a kormányfőtől, hogy hát ez semmi gond, de ez Magyarországon van, gyártjuk is, be is gyűjtöttük rögtön ezt a gyógyszermennyiséget. Tisza, micsodán, valami, ott valahol van ez a nagy kémiai gyár. És a hidroxiklorokin rendelkezésre állt Magyarországon, ennek ellenére nem használták a klinikai gyakorlatban, és óriási mennyiségű irodalom van. Ugyanez vonatkozik az ivermektinre, amelyről valamiféle tudományos vizsgálatot is elindított Kasper miniszter úr annak idején,
de ez a mai napig valahogy nem ért véget. Nem nagyon kellett volna vizsgálni, már több száz mérvadó közlemény van róla, hogy évtizedek óta használják a világon mindenfelé, teljesen ártalmatlan antimaláriás szer, és potom pénzért beszerezhető, tehát ezeket kellett volna ugye bevetni, vagy ilyen nagyon egyszerű dolgokat, mint a légzőgyakorlatok, vagy a C-vitamin, vagy hasonló, ezekkel volna ugye eredményt elérni. Bocsánat, most ha megosztott a net, akkor lehet, hogy megszakadt a kapcsolat, nem is azért. Igen, de ugye itt van a forrás. Na jó, remélhetőleg így megy, tehát nincs kinagyítva, és akkor itt talán könnyen lenni. Tehát itt van ez a közlemény, ami szintén az orvosi heti lapból van, 2012-ből. Nem kevesebb, mint 21 oldalon keresztül tárgyalják azt, hogy a D-vitaminnak milyen szerepe van. Óriási szerzői bázisa van. Ez egy módszertani anyag, tehát egy kiemelt jelentőségű publikáció, és itt látjuk ugye Merkeli Béla nevét, aki ezt a közleményt jegyezte, és azt állítja a közlemény, hogy az influenzás megbetegedések számát 90%-kal csökkenteni. 90%-kal, és ezt mérvadó tudományos közlemények alapján állítja. És akkor van egy másik közlemény erről, amit idézek, de rengeteg van. Az első randomizált kontrollált vizsgálatot COVID-19 nagy dózisú D-vitamin terápiájával történő kezeléséről. Ez is közel nullára csökkentette az intenzív osztályon történő ápolás szükségességét. És akkor ennek is itt van a hivatkozása. Meg még egy közlemény, amiben azt mondják, hogy a COVID-fertőzések szorosan összefüggnek a D-vitamin szintjével. És akkor ejtek néhány szót arról is, hogy mi az, amit viszont használnak és nem jó. Ugye például a Remdesivir nevű gyógyszert használták. Itt van 15 tanulmánynak a listája, mérvadó tanulmányok, amelyek a Remdesivirről ugye leráltják a lepet. A Remdesivir az egy a klinikai gyakorlatban rendszeresen használt gyógyszer volt itt a Covid időszak alatt, ami ráadásul nem bejegyzett gyógyszer, hanem csak kísérleti szer. Tehát nincs is igazából gyógyszerként regisztrálva. És ezek a bizonyítékok, amelyeket ez a 15 tanulmány összeszed, azt mutatják, hogy nincs jelentős hatása a mortalitásra, tehát a elhalálozásra, a gépi lélegeztetés szükségességére, klinikai javulásig eltelt időre, és más a betegek számára fontos paraméterekre. A WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet feltételes ajánlást adott ki a Remdesivir alkalmazása ellen, kórházi betegeknél, betegség súlyosságától függetlenül, mivel jelenleg nincs elég bizonyíték arra, hogy a Remdesivir javítaná ezeknek a betegeknek a túlélését. Tehát itt csak azt szeretném érzékeltetni, hogy a WHO ilyen, folyamatosan ilyen kettős játékot játszott az egész COVID időszak alatt, hogy ilyen feltételesen, ideiglenesen javasolta, majd azt mondta, hogy hát ez nem elég bizonyított, ezért feltételesen akkor ő visszavonja, de hát ugye a kórházi orvos, a magamfajta, aki ott benn dolgozik, az nem követi nap, mint nap, hogy mikor mond igen, mikor mond nemet. Ugye a WHO ajánlásaira hivatkozva folyamatosan használták a Remdesivirt, és akkor tudjuk, hogy miket okoz. Tehát a leggyakoribb súlyos nem kívánatos eseményeket, például több szervi diszfunkciós szindrómát, tehát ilyen sok szervet érintő funkciózavarokat, szeptikus, tehát vérmérgezéses sokkot, akut vesekárosodást és túlzottan alacsony vérnyomást. Az új antivirális Remdesivir alkalmazása COVID-19 tüdőgyulladás kezelésében a betegeket gyógyszerrel összefüggő akut májelégtelenség kockázatának teheti ki. Ezt is mondja az egyik közlemény.
a remdesivirhez működési zavarokhoz vagy májkárosodáshoz vezethet COVID-19 orvosi kezelése során. Biokémiai vizsgálatok a remdesivir által kiváltott mitokondriális diszfunkcióra vonatkozó eredményekkel kombinálva azt mutatják, hogy a remdesivir citotoxikus, vagyis sejtméreg. Akkor volt egy másik készítmény, ez a favipiravir, ami miatt a magyar sajtóban is ilyen nagy felhajtás zajlott, hiszen volt olyan tudományos kutató, aki kimerte jelenteni, hogy a favipiravir az nem alkalmas erre, amire használják a Covid-dal kapcsolatban, és az OGI feljelentette rémhír terjesztés miatt, és erről aztán volt egy hosszas polémia az újságokban. Ferenczi Tamás szerint, bár kezdetben valóban voltak biztató eredmények a favipiravir hatásosságával kapcsolatban, a legfrissebb metaanalízisek szerint semmilyen, vagy csak elenyésző javulás várható a favipiravirtól. Egy rakás kutatást, felmérést be is linkel a szövegébe, állítását alátámasztandó. Megjegyzi, hogy hazai vizsgálatból mindössze egyetlen egy készült a favipiravir hatásosságáról, de azt se tudott érdemi hatást megállapítani. A favipiravir vizsgálatát, amelyet eredetileg Japánban fejlesztette ki, néhány hete Szigetországban is leállították. A szer sem amerikai, a brit vagy a német kezelési irányelvekben nincs benne, de még az Egészségügyi Világszervezet ajánlásában se szerepel, hát ugye újonnan. Egészen pervész helyzettel állunk szemben, ezt írja a HVG-cikk. A favipiravir hatásosságáról a tudományos ismeretekkel szemben álló kijelentéstevők feljelentik a tudományos ismeretek talaján álló kijelentéstevőket, rémhírterjesztés miatt. Szerinte az OGI hozzáállása azt a látszatot kelti, mintha meg akarnák félemlíteni a kutatókat, megmutatva, hogy mi történhet, ha valaki elmondja a tudományos szakmai álláspontját. Ez a probléma független attól, hogy kinek van igaza. Ha az OGI-nek az első sortól az utolsóig mindenben igaza van, és a két cikk az első sortól az utolsóig mindenben téved, akkor is elfogadhatatlan, hogy börtönbe zárással fenyegető eljárást indítanak, mert kutatók elmondták a legjobb tudásukon és friss nemzetközi kutatási eredményeken alapuló véleményüket egy tudományos kérdésben. Azt nem tudom, az újság írja így. Kamutesztek. Kamutesztek eredménye nem bizonyítja, hogy covidos voltál. Nincs covid, csak nátha van. Tüdőgyulladás van, mint korábbi években is. Tehát mit kell tudni a PCR-tesztről, ugye ez a teszt az, amire utaltam. Soha nem validálták. Tehát nem volt soha hitelesítve. Maga a feltaláló azt mondta, hogy bármit ki lehet vele mutatni, amit akarnak. Vagyis semmire nem alkalmas, különösen nem tömegtesztelésen. A ciklus számtól függ az eredmény. 33 felett nincs fertőzőképes vírus. Erről kérdeztem Boldogkői Zsolt professzort, biológus professzort, Szegedi Orvostudományi Egyetemnek a biológia tanszékét vezeti, az ATV csat című műsorában. Bevallja, ott amikor én kérdezem, majd mindjárt bejátszom, hogy 40-45 ciklus számmal működtetik a készüléket. Ami azt jelenti, hogy az A pozitív tévedés akár 100% is lehet. Kerry Mullis, a PCR Nobel-díjas feltalálója pedig elmondja, hogy bármit ki lehet vele mutatni, vagyis alkalmatlan a COVID-tesztelésen. Rég kivonta a forgalomból a CDC, sőt, betiltotta a COVID azonosítására. Hányszor ismétli ezeket a ciklusokat? Úgy van, hogy a kitek többségénél 40 vagy 45-ször, de valójában, hogyha van vírus, már 20-25 ciklusnál feljön ez. Tudok úrnak elmondani, hogy megjelent egy franciák, marseilliek által jegyzett publikáció, amiben az derül ki, itt van ez a grafikon, hogy 17 és 33 között már alig lehet, vagy bizonytalan, hogy mennyire lehet kimutatni, 17 ciklus számig lehet melegíteni a mintát, ahhoz, hogy még biztonságban lehessen pozitív vagy negatív. Szerintem azok, akik a laboratóriumok világában nem járatosak, akik most elvesztik a fonal. Harry, how do they misuse PCR to estimate
all these supposed free viral RNAs that may or may not be there. No bad deals. I think I don't think you can misuse PCR. Now, the results, the interpretation of it. See, if you can say, if they can find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. Tehát az a lényeg, egy mondatban összefoglalva, hogy a PCR az ugye nagyon kicsi mennyiséget, meg nagyobbít, akkorára, hogy már mérhetővé válik, és abból vissza tudják számolni, hogy mi van benne. De, ahogyan én ott ebbe a videóban elmondtam, a francia vizsgálatból az derül ki, hogy 33 ilyen ciklusnál, hogy mindig nagyobbítják, már nincsen élő vírus. Tehát jön az, amit a Kari Mullis mond, hogy bármiben bármit ki lehet mutatni, mert a darabokból össze tudnak rakni bármit, össze tud ez a teszt rakni bármit, tehát igazából alkalmatlan arra, hogy beazonosítson valamit. A WHO megállapította, hogy a pozitív PCR teszt nem jelent önmagában fertőzöttséget, ha az nem jár együtt a betegségre jellemző tünetekkel. Tehát ez van leírva ebben a közleményben, ami most is felelhető a WHO-nak a honlapján. Már csak az a kérdés, és ezt én teszem hozzá, hogy melyik a COVID betegségre jellemző, például influenzára nem jellemző, speciális differenciált diagnosztikai tünete a COVID-nak. Mert ugye ezt véleményem szerint soha nem állapították meg, hogy mi az, ami a COVID betegségre jellemző, és másra nem. CDC visszavonta a PCR engedélyét, mert nem tudta elkülöníteni az influenzától. Mikor? 2021. július 21. CDC visszavonta az eddig használatos teszteket, mert azok nem voltak képesek elkülöníteni a COVID-ot az influenzától. Tehát nem én mondom, hanem az amerikai járványügyi hivatal, és ezt előtte mondtam, mielőtt én ezt a videót felvettem, hogy ő visszavonta az engedélyét, mert nem volt képes a teszt megkülönböztetni az influenzától a beteget. Tehát nem tud COVID beteget azonosítani egy influenzással szemben. Ez a francia vizsgálatnak az egyik változata, ahol ugye látni, hogy a 25-ös ciklus küszöbnél a mintát körülbelül 70%-a pozitív maradt a sejtenyészetben, azaz fertőző volt. 30-as ciklus küszöbnél a minták 20%-a maradt pozitív, és 35-nél a minták 3%-a maradt pozitív. 3. Tehát 35 fölött egyetlen minta sem maradt pozitív fertőző sejtenyészetben. Tehát kvázi, amikor Boldogkői professzor azt mondja, hogy az ő intézetében 40-45-tel forgatják ezt a tesztet, és úgy vizsgálják a COVID fertőzötteket, akkor azt lehet mondani, hogy az is lehet, hogy 100%-ban hamis eredményeket kapnak. Ez ugyanennek a vizsgálatnak egy másik változata, itt látszanak ezek, ugye az alsó tengelyen látszanak a CT, tehát ez a hányszor megy bele a gyarapításba, ez a ciklusszám, és fölfelé pedig az látszik, hogy mennyi százaléka a mintának még mindig vírus jellegű, és nem pedig csak ilyen molekula darabok. A PCR teszt pozitivitása nem azonos a fertőző képességgel, még ha ismétlik, az sem. Tehát a vizsgálatok eredményhez nem adják meg a CT értéket, pedig az segítene a helyes klinikai döntés meghozatalában. Ezt mondja ez a japán vizsgálat. Tehát ők azt mondják, hogy teljesen értelmetlen hülyeség PCR tesztre küldeni a beteget, vagy a úgymond fertőzöttet, hogyha nem adják meg hozzá, hogy milyen forgatásszámmal végezték azt a tesztet.
teljesen más eredményt tudnak kihozni. Persze az is alkalmas valamire, csak nem arra, hogy kijelentsék valakiről, hogy fertőzött. A PCR más koronavírusokra is reagál. A teszt számtalan téves pozitív eredményhez vezet. Ez a közlemény azt mondta, hogy 30% hamis pozitív, 20% hamis negatív eredmény eredményezett a vizsgálat során. Tizedik vágpont a maszkokról tett kijelentésem. Kérte továbbá, hogy mondjanak nemet a maszk használatára. Hamis buta biztonságérzet miatt használják sokan, a kormány most újra kötelezővé tette zárt terekben, mert azt a parancsot kapta gazdáitól, hogy fokozza a rémületet. Ez csupán egy szimbólum, a rémület szimbóluma, semmi nem bizonyítja, hogy van mitől védekezni maszk által, és hogy bármitől megvéd a maszk. Találj ki kiskaput. Minél kevesebb időt tölts például olyan helyeken, ahol megkövetelik, vegyél szabad levegőt, használj lyukacsos maszkot, és ne higgy az idióta propagandának. Miért mondtam ezt? Három dologra alkalmas a maszk. Az első az, amit a Szlávik doktor az előbbi videóban elején lejátszott videóban mondott, hogy a keleti, távol-keleti országokban csodálkozva nézte, hogy hogy lehet, hogy ezek maszkot hordanak. És akkor megfejtették neki, hogy azért hordanak, mert ők a betegek. Tehát a beteg ember, hogyha prüszköl, köhög, és maga elé tesz egy réteget, akkor ezzel meg tudja védeni a társait az ő általa keltett fertőzéstől. Aztán azt is mondják, ez már kicsit megkérdőjelezhet ez a kettes, hogy műtőben megvédi az operált beteget a sebész nyálcseppeitől. Hát ha ő is beteg, akkor biztos megvédi, persze. Bár még ennek ellenkezőjét is bizonyítja több mérvadó randomizált tanulmány és metaanalízis. És ide tettem ezeknek az elérhetőségét, mind a kettő. Ugye az egyik a Cochrane-ban jelen meg, egy a legszínvonalasabb tudományos evidencia alapú adatbázis, és a másik pedig az amerikai PubMed-ben jelent meg. Tehát ez, hogy a műtőben megvédi, én még ezt is elfogadom. De meg lehet kérdőjelezni bizonyos publikációk alapján. És a harmadik pedig, hogy a fogorvos megvédi magát a fúráskor a beteg szájából jövő szennyezett sprétől. Mert ugye fúrnak, és ott spré keletkezik, és szemközt köpi ez az egész spré, és hát nyilván ez fertőzés forrás, tehát én ezt elfogadom, hogy ez szükséges lehet. De egyéb haszna semmi, kára annál több. Mi ennek az oka? Az egyik oka az, bocsánat, nem jól működik valamiért. Na, jó. Az egyik oka az, hogy szellőztet, tehát ilyen ventillálás megy a maszk mögött. Ugyanis kifújjuk a levegőt, az nem megy el csak úgy a világba, hogy semmi nyoma. Tehát kifújom a levegőt, az valahol kimegy a maszk mögött. Tehát ugye csináltak nagyon sok ilyen vizsgálatot, videót, bemutatták, dohányfüstöt fúj ki, és mindenütt, mint egy fújtató, úgy megy kifelé ez a levegő, ami az ő tüdejéből jön. Intenzív fújtatás van, tehát mondjuk egy sorban állnak, akkor a sorban a mögötte lévő kapja meg azt, amit egyébként az előtte lévő kapott volna meg. A légzés páratartalma miatt nedvessé válik a maszk. Most tudjuk, hogy a nedves közegben a kórokozók sokkal jobban szaporodnak. Bakteriális fertőződés, szaporodás a maszkon. Erre rengeteg vizsgálat van. Maszk nem védi a vírusokat az átjutástól, hiszen a vírusok mérete kisebb, mint a maszkoknak, hát mondjuk a 99%-ának a rács mérete. Tehát, hogyha azt mikroszkóppal fölnagyítjuk, ami a maszknak a szerkezete, azon a vírus nevetve átmegy, olyan, mint a szúnyognak a drótkerítés. A maszk nem védi ki a vírusok átjutását. Csökkent a légzés, az oxigén ellátottság. Tehát ez is egy bizonyított tény, hogy nem kap annyi oxigént, és ez különösen rendkívül veszélyes a gyerekeknél. A gyerekek agyi fejlődéséhez nagyon kell az, hogy a megfelelő oxigénellátást kapjanak. Fokozza a rémületet, rontja a kommunikációt, az emberek közötti jó kapcsolatot. Hát ugye ezt mindannyian tapasztalhattuk, hogy amikor egymással beszéltünk,
de kimarad a mimika, kimarad a másiknak a gesztusainak az észlelése. Ekcémát, gombásodást okoz az arcon. Nagyon sok betegemnél láttam én magam ezt a saját praxisomban. Jelentősen nő a szén-dioxid koncentráció, és erre mindjárt mutatok majd szintén. Közlemény nem befolyásolja a fertőződés arányát, gyerekeknél agykárosodást okoz. És ezek mind tények, tehát ezek nem ilyen hasra ütött valamik, hanem mind mögött publikációk vannak. Viselőjére veszélyes baktériumok jelennek meg, ez egy japán kutatás, fotóztak, mértek, pontosan beazonosítottak minden baktériumot. Jelentősen nő a szén-dioxid koncentráció, különösen gyerekekben. Ez kapnográfiás, úgynevezett kapnográfiás vizsgálattal mérték, és hogy ez agyi károsodást okoz. Itt is itt van a tudományos közlemény. Több fertőzéshez vezettek, semmiképp nem védtek meg. 14 meta-analízisnek az összegzett véleménye ez. És akkor itt van még ilyen, hogy Cochrane tanulmány, semmi haszna. Dán tanulmány, szintén nincs semmi haszna. Spanyol vizsgálat, semmi haszna. Ezek mind különböző helyeken lektorált közlemények. Nem tudnak felmutatni olyan vizsgálati eredményt, ami azt mutatja, hogy cáfolhatatlanul tényleg előnyei vannak. És akkor ide jutottam, ez az én tőlem való idézet, szabad és nyitott társadalomban élünk, ahol csak akkor szabadna kényszerkorlátozást bevezetni, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a megcélzott magatartás elfogadása jelentős és széleskörű előnyökkel jár. Viszont át, és akkor erre van ez a 65 tanulmánynak a meta-analízis, 65 tudományos evidencián alapú tanulmány. Fejfájást okoz, bőrirritációt, bőrgyulladást, légúti megbetegedéseket, tüdőgyulladás, légúti betegségek kockázata már 4 óra viselés után megnő. Fáradtság, kiszáradás jön létre, oxigén hiány okozza, ez a leggyakoribb mellékhatása, hogy fáradtak voltak az emberek. Csökkent a szív és a tüdő teljesítmény. A textíliában lévő szennyeződéseknek ki van téve. Mert ugye azon túl, hogy van egy ajánlás, hogy cseréljek naponta, az emberek többsége napokig, hetekig, hónapokig ugyanazt a koszos maszkot hordta. Ez nyilvánvalóan fokozta még tovább ezt a fajta hitettséget. De bocsánat, itt most a szennyeződésről volt szó. Ez más, ez azt jelenti, hogy a maga a maszk anyaga is kémiai szennyeződésekkel telített. Megnövekedik az elesés kockázata, különösen időseknél. Ugye ezt a sebészeti ortopédiai osztályokon tapasztalták, hogy sokkal többen elesnek, mert szeme elé megy, nem tud úgy tájékozódni, nem azt szokta meg. Szemszárassága alakul ki, szemirritáció, kötőhártyagyulladás sokkal gyakoribbá vált. Szociális és pszichológiai ártalmak léptek fel, gátolja az érzelmi kifejezést, szociális interakciókat, gátolja a gyerekek szociális fejlődését, érzelmi intelligenciájuk növekedését, fenntartja a félelem emelkedett szintjét. Kizárja a nagyot hallókat minden kommunikációból. Elősegíti az esztelen megfelelést. Csökkenti a koncentrációt és rontja a tanulást. Fokozza a szorongást, a pánikot. Ezek mind a meta-analízisbe kerülő tudományos közlemények. És akkor itt a 65 tanulmányból egy-két ilyen kifejezett fontos észrevétel. Csökken a légzési tér, a légzési felület 37%-kal, és nő a légzési ellenállás 128%-kal. Tehát ez már magában azt mutatja, hogy romlik a légzésnek a hatékonysága. Nő a légutak hőmérséklete, páratartalma. Ez tovább rontja, hiszen a légutakban lévő bakteriális fertőzést, a kémiai folyamatokat teljesen átalakítja, másként kezeli a szervezet. Lelassítja az agyfejlődést, agyi degenerációt hoz létre. Konkrétan így szó szerint, ahogy mondom, agyi leépülést okoz. Pszichés következmények. Nagyon sok ilyen van, és bakteriális fertőzések. Vannak külön tanulmányok csak a pszichés következményekről. És akkor itt így egyetlen ábrán,
egyetlen ábrán összefoglalóan látszik a valamennyi káros hatása. Ugye pszichovegetatív rizikó növekszik, hibás lesz az érzékelés és a biztonságérzet, kommunikációs zavarok lépnek fel, empátia hiány lép fel, fejfájást, értágulatot okoz, ilyen tájékozódási és beszédzavarokat, és hát igen, tájékozódási zavarokat. Aztán a bőrön viszketést, aknékat, irritációt, különböző fertőzéseket, ami a lecsökkent bőrbarriert, tehát a bőrvédő funkció ennek a lecsökkenése miatt jönnek létre. A légutakban ugye légúti gyulladást, rinitiszt, tehát ilyen szénanátrakszerű tüneteket, és különböző ilyen ezzel a szénanátrával összefüggő zavarokat. Aztán légzési zavarokat, hőmérséklet emelkedést, ilyen szédülést, vagy ilyen ájulást, és a páratartalomnak a növekedését. Aztán baktériumok, vírusok, gombák betelepedését. És akkor az alsó légutakban ugye csökken a légzés funkció, kifáradás, kimerültség lép fel, csökken vagyis megnövekszik a légzés szám, a szív ritmusnak a száma megnövekszik, és a vérnyomás megnövekszik. Ezek tehát konkrétan tanulmányokból a következményei a maszkviselésnek. 2023. novemberben jelent meg, tehát most, egy norvég tanulmány 3200 résztvevővel. A tanulmányban résztvevő embereknél, akik gyakran vagy néha hordták a maszkot, tehát akik gyakran vagy néha hordták a maszkot, 33%-kal, akik szinte állandóan hordták, 40%-kal volt magasabb a COVID megbetegedés előfordulása azokhoz képest, akik soha vagy szinte soha nem hordtak maszkot. Hát ez úgy kifejezi ennek a maszk dolognak a lényegét. Akik hordták, azok betegebbek lettek, akik mindig hordták, azok sokkal betegebbek lettek. És akkor az Egészségügyi Világszervezetről szeretnék egy pár szót szólni, mert nagyon sok mindenben ez áll a mondandó mögött, az ő szerepük. A negyed. Szerintem ezt a mondjuk. Igen, én is azt hiszem, hogy most ez egy újabb fejezet lenne, és valószínűleg nem fér bele 4 percbe, és a tegnap este érkezett beadványból láttam, hogy itt a WHO szerepére vonatkozóan érkezett, így a időrövidségére tekintettel ezt nem tudtam visszavagabbság tanulmányozni. Úgyhogy akkor innen folytassuk az a javaslatom, és akkor az új határnap február 27-e 8 óra 30 perc a jegyzőkönyvet, amit elkészült, meg fogjuk küldeni elektronikus úton valamennyi jelenlévőnek az ügyészség részére, akkor azt a pendrive-ban lévő prezentációt, ami ide hozzánk elérkezett, azt meg fogjuk küldeni, vagy az ami ott rendelkezésre áll, az egy bővítettebb változat ehhez képest? Igen. Hát pontosítottam meg, picit szépítettem. Jó, akkor viszont az lenne a kérésem, hogy ezt most visszaadom. Jó? Erre szeretném kérni, hogy akkor az az anyag jön fel, amit most előadott, és akkor ezt pár napon belül kérném visszajutatni, mert akkor a jegyzőkönyvben is, ha esetleg szükséges, akkor meg tudjuk nézni.
illetve akkor az tökéletes, még az előttem hiszem, hogy sikerül hozzákezdeni. Jó, mert akkor amit lehet, majd megpróbálunk az informatika révén kinyomtatni olyan oldalakat, amiken nem a videó volt, hanem ezek a grafikonok, táblázatok, összehasonlítások, mivel ez a szempontjából lényegesnek minősül, és akkor ahogy megérkezik, azt megküldjük az ügyészség részére is, illetve még akkor a tegnapi napon érkezett mellékleteket is elektronikus úszón megküldjük. Köszönöm szépen a megjelenésüket, és akkor azt tudjuk továbbiakra nézve mondani, hogy akkor aki most itt jelen van sajtóképviselő és igazolta magát, akkor továbbiakban nem kell sehol semmit jelezni. Lejelentettük, hogy médiás az ügy, tehát bárki más még a sajtó részéről érdekel, akkor jöhet és várjuk szeretettel. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen a megjelenést, akkor minden jót, viszontlátásra.